Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Mester Tomi vagyok, itt van velem a stúdióban Sándorfi Adrián virágatilla és újra Tábori Viktor. Köszöntelek titeket, srácok! Sziasztok! Én köszöntöm a hallgatókat és a nézőket. Igen, jól hallgatók, sziasztok. Mai adás mesterséges intelligenciáról fog szólni, és ugye a mesterséges intelligencia az elmúlt hónapokban felrobbantotta az internetet, nem tudom, láttátok-e? Főleg ugye a ChatGPT-ről e, híres most a mesterséges intelligencia, de azért, hogyha e, mélyebbre megyünk, és a mai adásban Viktor segítségével elég mélyre fogunk menni, akkor látjuk, hogy a ChatGPT nagyjából az 1%- százaléka annak, amit tud a mesterséges intelligencia, vagy annyi sem. Engem személy szerint nagyon izgat a terület, nyilván itt datásként elég sokat foglalkozok vele, de azt tudom, hogy Viktor általában nagyon durván beleássa magát a dolgokba, és csak egy kis sztori így bevezetésnek, hogy amikor mondták a srácok, hogy ai adás legyen, akkor mondtam, hogy valószínűleg a Viktor már így akik benne van, és rá is írtam, hogy Viktor, kéne egy ai adás, gondolom ezzel már foglalkozol, és, és akkor gyere te és mondta, hogy hát igen, ezt elég jól megtippelted, már négy hónapja full ezzel, ebben dolgozok, ami ugye nála azt jelenti, hogy, hogy, akkor így teljesen a legmélyére megy a, a dolgoknak. Amúgy kedves hallgatók, még egy dolog, aztán szóhoz engedlek titeket is jutni, csak hogy a Viktorról, aki még nem találkozott vele, az valószínűleg nem hallgatta az összes Business Boys részt, és nem hallgatott mi a matekot sem, mert mi a matekban az NFT témával, euh, foglalkoztunk a Viktorral közösen egy ilyen Ma, hogy fogalmaztál egy masterclass-t? Raktunk össze, tehát elég mélyre mentünk ott is. Kriptóval is volt egy külön kriptós adásunk, ugye a Business boys -ban. mentális modellekről volt szó, ilyen elég jó kis két órás adások, és csak hogy aki viszont nem ismeri Viktort, annak kontextusba helyezem, hogy ő nagyjából ilyen tíz éves kora óta hekkel, programozással foglalkozik ilyesmik, kb. tíz éve kezdett foglalkozni a neurális hálókkal, ami ugye a mesterséges intelligenciának az alapja, és e Ugye általában minden, ami az IT érdekli, meg tényleg mellé olyan személyiség, hogy elég mélyre megy a dolgokban. És kezdjük egy elég gyakorlatias dologgal, szerintem. Ugye mondtad, hogy már 4-5 hónapja, amikor felvesszük ezt az adást, mélyen foglalkozol ezzel a témával. Konkrétan egy 20 milliárdos árbevételű webshop a Pepitának csinál CI projekteket. Én elég különleges modellben, majd ezt is mondd el, de hogy az a lényeg, hogy lényegében otthon, lekutatod, elég milyen belemész a témába, és utána megmondod nekik, hogy mire lehet használni az AI-t, és engem ez érdekelne első körben, hogy ahogy mire tudja használni egy ilyen baba webshop az AI-t, meg hogy miért fontos ez, és hogy te mit csinálsz nekik konkrétan. Nagyon szuper kérdés, mert belemegyünk, annyi garanciát szeretnék szolgáltatni a kedves hallgatóknak, hogyha úgy állsz ez az adáshoz, hogy jó, az AI ez egy bullshit, vagy nem feltétlenül érted, de nyitott vagy, akkor garantálom, hogy az adás végére legalább 10 nagyobb a béletkedvel fogsz fölkelni, és újra pozitívan fogod látni a jövőt, uh, illetve meg fogsz érteni egy csomó olyan dolgot, hogy például a, ezek a nagyon rossz uh, céges chatbotok, tehát a felmész egy weboldalra, ott megy meg chatbot, uh, vagy ezek a telefonos ügyfélszolgálatok, hogy menü menürendszerekben nyomkodod a gombot, ezek milyen nagyon rosszak, és ilyen, gyakorlatilag egy ilyen PTSD-t okozó élmény nyújtanak, <laughs> hogy még öt perc után se tudsz egy humánnal beszélni. Tehát nagyon sokan ezzel asszociálják az AI-t, és hogy ez miért 1950-es évekből jövő paradigmát használt, és ehhez képest mi változott 2022-ben, tehát mi történt, ami miatt felrobbant a ChatGPT. Fogunk ugye valódi példákról beszélni, például a pepita.hu kapcsán, illetve az, hogy akár egy ChatGPT-t hogyan lehet ma megcsinálni, tehát hogy ennek mi, mi, a pontos működési elve, és hogy például elhozhatja a négy napos munkahetet az AI, vagy akár megjósoljuk a jövőt, tehát hogy nagyon sokan hallják szentem, vagy mondják, hogy oké, okay, az adat, adat, adat a jövő, és tudom, Tomi, te is adatozol, és hogy miért tévednek, akik így gondolják, és hogy valójában mi az arany. Tehát, hogyha nem az adat az arany, akkor mi az arany, ezzel is fogunk foglalkozni. Illetve, hogy nagyon sokan úgy gondolták, hogy elsőnek ugye a fizikai munkásokat fogják lecserélni a, a taxisofőröket, a, a kamionsofőröket, és ehhez képest elsőnek a kreatív ö, grafikusokat, a kreatív ö, embereket cseréli az éjjel, vagy váltja ki vagy automatizálja az ő munkájukat. és akkor én, el... én, akkor azért mégiscsak rosszabb életkedve fogom elhagyni szerintem ezt a beszélgetést. Igen, és ez, 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 ez a felütés után mégiscsak tartom ezt a garanciát, hogy, okay. hogy mivel meg fogod érteni, hogy mi az, amit ki tud váltani, és mi az, amit nem, ezért mégiscsak nagyon pozitívan fogod elhagyni. És el is mondanék három okot, ami miatt az AI az nem fogja lecserélni az embereket, és nem fogja kipáltani. Nem veszi el a munkát. Nem veszi el a munkánkat. És akkor az első az az, hogy igazából az ai nincs kreativitás és alkalmazkodó képesség, hogy arra jó, amire tanítva lett egy fix adatállományra. A második az az, hogy ai nincs empátia és érzelmi intelligencia, tehát nem tud úgy reagálni, mint egy ember, ami alapvetően szükséges ahhoz, hogy egymást megértsük és kapcsolatot teremtsünk. És a harmadik meg az, hogy új munkák létrehozása, tehát hogy persze néhány munkakör az automatizálva lesz ugyan, de rengeteg új munka létre fog jönni. A kreativitás és az alkalmazkodó képesség az nem valami olyan dolog szerinted, amit egy nagyon ügyes matematikus mégiscsak le tud programozni? Nagyon jó a kérdésed, ebbe bele fogunk majd menni, mert ezt a három érvből kettő nem igaz. És, de egy de, de, de de szerettem volna, azt egy picit jól ez érzitek a, magatokat, tehát nem ez úgy megyünk ja, És ez. akkor tehát a megoldás az lesz, hogy az Adi kamionsofőr, hogy vegyed valószínűleg. De um, akkor igazából, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy régen tehát volt egy csomó dolog, amit a digitalizáció új munkaköröket hozott, mit tudom én, egy évtizedes vagy két évtized, de robbant be a UX, ui Ugye, és az elvett más munkaköröket, és hogy most a, a, az AI az pedig, mit tudom én, a seúsokból fog majd kevesebb szakember kell lenni, és ezek az iparágak alakulnak át. Nagyon Tehát, jól mondod igazából, amit mondasz, hogy ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy a számítógép nagyon jó azoknak a problémáknak a megoldására, amiket a számítógép hozott létre. Azért, nah, nah. Jó gondolat, igen, igen. Most csak De... ehhez, amit az Atti mond, tegnap volt egy beszélgetésem, ahol egy ügynökség tulajdonos azt mondta, hogy hogy a most ismert PPC hirdetéseket, Google Ads Management például, azt így néhány év múlva azt nem nagyon fogjuk ismerni, tehát nem lesz az, aki menedzsel és ott ül, mert hogy olyan szinten automatizálva lesz és robotizálva lesz ez a folyamat, mondjuk a Google által, hogy, nem, ez, 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 a rész, ez kiesik a rendszerbe. De figyelj, én beszéltem egy fejlesztő cég tulajdonos barátommal, és ő meg azt mondta, hogy figyelj, tök jó, a juniorokból gyorsan mediorok lettek. <síns> 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 nagyon jó, Igen. nagyon, nagyon jó a példa, erről is fogunk beszélni. És mit annyit mondanék el bevezető gyanánt, hogy a projekt alapú tanulásban hiszek. Ez azért fontos, mert nekem például a szüleim ők mainframe-eket tanultak tervezni és programozni lyukkártyákon, hogy aki ezt nem tudja, ilyen szobányi számítógépek voltak régen, ők ilyeneket terveztek és programoztak, és engem édesapám 5 évesen elkezdett tanítani, fejleszteni, de valójában én akkor tanultam meg igazán fejleszteni rá néhány éve, 7-8 évesen, akkor mondtam neki, hogy adjon nekem egy Delphi könyvet, mert én szeretnék egy robotot csinálni, ami játszik helyettem egy online játékban. Hány éves volt? -e? bocs? 7-8. Akkor 8 -8 elrontottam, évesen. akkor nem 10 éves korodtól programoztál. Hát hát le, az... le, lehet egyébként, hogy akkor már azért komolyabban, de igen. Mert szanara... akkor már tudtál írni. Igen 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 igen, 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 igen. igen, De miért? Nem szerettél játszani? Hogy... Nem, hanem engem ez nagyon, nagyon inspirált, hogy, hogy milyen lehet automatizálni egy teljesen manuális dolgot. És mindegy, közben nagyon sok mindent megtanultam. És ugyanígy, hogy a blockchain tanítottam akár Kaliforniában, a UC irvine vagy a Hongkongon, a Hongkong Polytechnic university n akkor ott sem úgy tanítottam, hogy srácok, akkor itt a programozási nyelv, amit meg kell tanulni, Solidity, stb. stb. Hanem egy nagyon játékos formában azt mondtam, hogy itt vannak okos szerződések, amiben van hiba, nyilván ez egy teszt network létező okos szerződések, és a bennük lévő teszt pénzt, azt el lehet lopni. És nyilván ez egy nagyon érdekes kihívás, és miközben egyébként jogászok is ültek ezeken a az előadásokon, tehát nem IT-s embereknek tartottam előadást. Egyébként miközben interaktáltak ezekkel a szerződésekkel, megértették, és rájöttek, hogy ohó, egyébként, hogy működik maga a blockchain, hogyan működnek az okos szerződések, stb. stb. És ö, ugye Tomi mondta, hogy 10 éve foglalkozom ai a nem hálókkal, de én valójában, akkor tanultam meg, és értettem meg azt, hogy ö, hogy működnek ezek. 2019-ben elmentem egy szilíciumvölgyi egy kócshoz, nem tudom, ismertek-e portének a nevét. De hallottam róla, igen. Ez a Build a Second Brain, tehát Egyet. hogyan csinál egy ilyen digitális agyat magadnak, tehát a memóriádat, az hogyan outsource egy digitális rendszerbe, és ezáltal sokkal hatékonyabb és jobban tudod menedzselni az hétköznapédat, de a munkádat is. És akkor neki a, a kócsához elmentem, aki, azt, az, az kell, azt kell tudni, hogy egy viszonylag drága 6000 dolláros coaching program volt, ahol két hónapon keresztül dolgoztunk együtt, és úgy voltam egyet, ez nagyon szuper, meg minden meg egy raklap pénzt kifizettem, meg igazából eredményekben is azt érzem, hogy jó eredményeket értünk el, de milyen cool lenne, hogyha én 0-24 feltetnék neki kérdést. Tehát digitálisan le tudnám őt másolni. Hm. És hogyha valaki foglalkozott mondjuk adattal, vagy adatbányászattal, az tudja, hogy ezeknek a rendszereknek a, a lelke az adat, tehát kell kellnek példa, bemelhetek, tehát példa kérdés, példa válasz, és minél több mintád van, annál jobban fog ez működni. És most csak így egy nagyon gyors, nem tudom, egy ilyen tesztként, hogy beadtam neki konkrét kérdéseket, amit neki föltettek, meg azokat a válaszokat, amiket ő megadott, és utána kérdeztem gyerekneveléssel kapcsolatban, amiről egyébként soha nem beszéltünk korábban. És nagyon meglepődtem, hogy tényleg hasznos választ adott nekem, annak ellenére, hogy ilyen témában nem beszélgettünk. Mert csak, hogy tisztázzuk, hogy, tehát, hogy a, amíg kérdések, válaszok voltatok kettőtök között, azt az AI-t rátanítottad arra a kérdés-válasz sémára, és utána egy kontextuson kívüli dolgot, gyereknevelés, beadtál az AI-nak, mint kérdést, és meghozta a Tiago Forte kócsához hasonló választ, Abszolút. ami hasznos volt. Abszolút, és talán azt, azt az integrációs lépésben a legjobban, hogy van az a pont, amikor racionálisan értesz valamit, hogy például ebben az esetben konkrétan az volt, hogy tudtam, hogy nem szabad megítélnem az érzését egy gyereknek. Tehát, hogyha ő sír, akkor neki rossz, és hogyha én ezt nem tudom feldolgozni, és én is rosszul érzem magam, azzal nem segítek. Ugyanígy, hogyha ha úgy vagyok vele, jó, elfogadom, hogy rosszul érzem magát, de ne sír, az sem jó, mert azt tanulja meg, hogy vannak olyan érzések, amik nem okék. Okay de ebben az esetben, amikor nekem azt válaszolta lefolytva magyarra, hogy igazából csak legyek szeretetteljesen vele a jelenben, rájöttem, hogy igazából ennél szebb dolog az életben nincs, hogy oké, okay, hogy ő neki most nem jó, azon nem tudok segíteni, de hogyha ezen a tényen túllépek, az, hogy ebben a pillanatban, amikor neki nem, én vele tudok lenni, ez egy csodálatos dolog. És ezt utána megkérdezted, a, csak a szakmai rész miatt, hogy a Tiago Forte kócsától megkérdezted ilyen ellenőrzésnek, hogy ő mit mond rá? Egyébként ugye ezt után feedbackeltük neki, hogy, hogy ezen dolgozunk. Ő dolgozik. Hogy ő már le van máshol. Nem, ő, egyébként nagyon lelkes ezzel kapcsolatban, tehát hogy ő dolgozik a, az OpenAI-nak a CEO-jával, Szemátmannal is, meg ott többen már rá. Tehát ott régóta próbálják őt digitalizálni. ez, ez ez, egyébként egy, egy nagyon, nagyon pozitív feedback jött onnan vissza, és ez folyamatban is van, tehát hogy ez őt mind digitálisan skálázni. <laughs> Ugye ez... régen, bocsánat, de régen zenei jogdíjak voltak most már majd ilyen éjjel jogdíjak. Ez ember, igen, erről majd beszéljünk. Most amúgy azon gondolkozom, hogyha itt van mondjuk nem tudom, 150 bizniszből az epizód, erre rá lehetne, rá lehetne, trénelni az AI-t, és akkor kijönne az, hogy mi vajon mit mondanánk a gyereknevelésről. Mert már nagyon unjuk, hogy ide kell járni. Hát, vagy, 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 vagy most magamtól kérdezhetnék gyakorlatilag? Ha... Biztosan igen, igen. igen. Egyébként itt, ha erre beszélünk, nem biztos, hogy vissza fogunk rátérni. Karakter.ai az egy egyben így működik, ezen az elvem, hogy tudsz saját karakteret létrehozni, mint a kérdésválaszokat adsz neki be, illetve leírod, hogy maga a karakter az hogy működik, és akkor tudsz beszélgetni Elon musk Thomas Jeffersonnal, tehát hogy történelmi személyekkel is tudsz beszélgetni és csetelni. Volt egy ilyen use case, még nem olyan régen, nem tudom igaz-e vagy sem, de minden esetre érdekes meg megvalósítható, hogy egy srác legdigitalizálta a gyerekkori naplóit, 10-18 éves koráig naplót írt, és arra rá trénelte a talán az Open ai vagy valamelyik ilyen AI cuccot, és akkor ő saját gyerekkori énével beszélgetett, és akkor feltett ilyen kérdést, és válaszolt, hogy az AI, hogy gyerekkorban mit gondolt, vagy hogyan gondolkozott. Ez, Ez fantasztikus. Átkos. Meg ugy, ugyanezen a vonalon elindulva, ugye tudsz egészen komoly, meg mély kérdéseket is föltenni. Tehát, hogyha van mondjuk tíz évnyi naplód, akkor fel tudod a kérdést tenni, hogy mi az, ami mindenkinek triviális, csak neked nem. Uh -huh. Mi az, amit amiben leginkább fejlődnöd kéne. Mi az, amit értékelned kéne sokkal jobban, de nem értékelsz. Hát sánszok, nekik azért a van a ideje, vagy? <laughs> Én a, a, az, a, a kérdésfeltevés az amúgy elég nehéz téma, tehát amit, amilyen kérdéseket most feltette Viktor, az nem evidens, hogy mindenkinek eszébe jut. Persze, meg azért még, mégiscsak jobb, hogyha valaki fogja a kezedet. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a kulcsoknak a kora járt le, inkább a hatékonyság dramatikusan megnőtt. Uh -huh. Hát vagy használják majd ezt a igen, ezt a tudást. Igen. De nem tudom nekem nekem azért, tehát hogy én úgy látom, nagyon laikus vagyok hozzá, hogy felgyorsította és pontosabb információt ad. Én most csináltam egy-kettő kutatást, így a Európai Unióról, mennyi cég van, hogy vannak. Tök gyorsan, kétheti kutató munkát megcsinált nekem, mint fél óra alatt. Ha, ez és a chatgpt GPT-ről. Igen, a chatgpt szóval. ről És hogy Uh, oké, okay, de nagyon sokan a Google-t sem tudják használni, nagyon sokan nem tudnak digitális termékeket használni, tehát, hogy, hogy uh, itt mindenki mondja azt, hogy egy új korszak kezdődik meg ilyenek, de szerintem ez azért butaság, mert azt tudni kell használni. Az információ eddig is ott volt mindenhol, csak most... Kevesen tudták a Google-t is eleve használni. Igen. Azt gondolom, egy picit uh, alacsonyabb lett a belépési korlát a CSGPT-vel, mert ott nem keresem válaszokat kapsz, tehát az mennyire cool. Igen. Hogy nem, hogy te pont elmondtál, hogy nem kevésbé töltöttél ezzel, hanem igazából te tíz perc alatt meg voltál kutató munkával. Nem kell kihámoznod a, a, a tartalmat De, a, a, a hosszú szövegekből, meg megérteni azt, hogy valójában mi a kontextus és az összefüggés. Az ki tíz évvel ezelőtt, mikor még a fúziót csináltuk, akkor heteket töltöttem el, hogy az angol és a német ö, ö, foci kluboknak a fanpage-eit gyűjtöttem össze, meg a kontaktokat is meg. Most meg tíz perc alatt értette. Amúgy, amúgy, ha már itt van, akkor én is behozok egy példát, hogy ugye van ez a viszkis weboldalam, és ott össze kellett gyűjtenem egy az összes viszki márkának a honlapját. És hogy meg is csinált, tehát beírtam neki, hogy itt van száz viszki márka, kérem a honlapjaikat, és itt, 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 itt tolta ki, mit tudom, mert három óra munkát megspórolt, de volt olyan honlap, aminek csak így kitalált egy honlapot nevet, és nem létezett a honlap, és így átkattintottam, és írt, hogy nincs ilyen oldal, de hogy tök logikus volt, hogy a maradék 99-ből nem találta meg, de kigenerálta, hogy ennek nagyjából ennek kell lenni a, honlapnak. honlap. Erről úgy fogunk beszélni, hogy miért csinálják, ezt, hogy hal halucinációnak hívják ezt, miért csinálják ezek a nyelvi modellek, mert ez egy nagyon érdekes kérdés. Mondjuk egy nagyon gyorsan annyival zárnám legyen, nagyon érdekes információval, hogy tippeljetek, hogy ehhez a, a saját kulcsomnak a digitalizálásához hány példát kellett beadnom? 3, 10, 50, 500, 5000. Én azt mondanám, hogy valószínűleg elég kevés lesz, nem? De Mit én tizet mondom. Én, én tizet hát, mondom. Én... Te mondhatsz utoljára, én, mert te jó. te hozzad <laughs> Én tíz, Adi tíz. Tíz, tíz. Én pont csináltam ilyen hasonló projektet, ott 500 példát írtak, hogy annyit kell beadni. Igen, az... minél több, annál jobb ami nagyon meglepődtem, hogy igazából ez nyilván ez, ez nem egy exakt válasz, mert folyamatosan laposodik el a megtérési körbe, hát minél többet adsz, annál jobb, de igazából három példa után három példa? már nem volt nagyságrend jobb a válasz. <gül> <gül> És azért, Na. ez sokkoló, azért ez... ez, ez sokkoló, hogy, hogy, konkrétan három kérdés válasz példával valakinek a, a megközelítését, már nyilván az, az élményeit nem, saját élet, élettapasztalatát nem de de ugye a lényegét, az eszenciáját annak, amit csinál, lehet másolni, szerintem ez sokkoló. Nekem az volt minden esetre. Figyeljétek, erről nagyon sokat lehetne beszélgetni, Jó. és szerintem beszélgessünk is az adás második felében. Jó. De akkor térjünk vissza Egy a kérdésre, Rövid felvezetés után. Hogy ahogy mit csinálsz? <laughs> 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 mit csinálsz? <Pepita gül> Mi csinálsz a <gül> <gül> Ugye a hallgatónak, aki csak most csatlakozik, akkor elvadom, hogy ez egy 20 milliárdos forgalmú baba <laughs> webshop. És De nem Viktor baba ütt, webshop, República, <laughs> hát mindent lehet igen. már ott kapni. <laughs> igen, igen, enged... li... Engedjétek el a baba webshop. Nagy jó. Jó, Adi nagyon jól mondja, hogy ö, annak ellenére, hogy ez nagyon egyszerű baba webshopként indult, tehát úgy, hogy pelenkázult meg babakocsit lehetett ott vásárolni, rájöttek az alapítók, akik egyébként a szálláspontunknak az alapítói, hogy ők valójában platform építéshez értenek. Tehát a a, a szállás csak annyi fog, ki esetleg nem hallott róluk, hogy e, tavaly adták el 32 milliárdért le a lengyeleknek, és e, én 10 éve dolgoztam velük, tehát innen volt a, a szakmai kapcsolat. Nagyon röviden akkor az történt, hogy a Google Pingvin kidobta őket, ki kellett kutatni hogy pontosan, mi volt a hiba, e, hogy miért, miért romlott a SEO-juk, illetve én vezettem ott a, a, teljes kódbázisuknak, ami több millió sor kód, az újraírását, hát ez ilyen mobil design, mobil marad design, Elsek lecseréltük a fellécet, láblécet, AB teszteltük, hogy jó-e, ha jó, akkor után tudtunk oldalanként haladni, a lista oldal, hoteloldal, stb. Ez nagyon, jó, ilyen nagyon jó kis framework-et találtunk ki, de nem volt lista algoritmusok például és ott az, hogy ne csak sok pénzt keressenek, tehát ne az, csak, ne legyen, hogy egy hotel sok jutalékot fizet, hanem nyilván felhasználnak is legyen jó, tehát jó minőségi hoteleket ajánljunk, ilyeneket dolgoztunk ki, meg, meg, hogy nem tudom, a lista a technikája hogyan működjön. Tehát ebben nem is kell ennél jobban belemenni, de ők arra jöttek rá, hogy ugyanúgy, mint a gyártásban, hogyha neked van egy gyártósorod, akkor az a legracionálisabb döntés, hogy megpróbáld maximalizálni, hogy mennyi hogy meddig fut a gyártógép sor, és megpróbálod minél gyorsabban leamortizálni. Ez azért fontos, mert hogyha minél gyorsabban leamortizálod, kiveszed belőle az értéket, évek múlva tudsz venni egy sokkal jobbat. És ugyanígy erre jöttek rá, hogyha ők fejlesztik a platformot, akkor mindegy, amit most Adi is mondott, hogy ez egy marketplace, tehát te egy nagyon hétköznapi, egyszerű kereskedő vagy, nem is kell webshopnak lenned, tehát nem kell online jelenlét, te belistázod a termékeit, mondjuk te egy kis termelő vagy, vagy csak offline boltjaid vannak, nagyon egyszerűen be tudod a termékeidet, és ők eladják. És kizárólag a, a, sikeres eladás után számítanak fel jutalékot. ami nagyon fontos, hogy amit mondott Tomi, hogy ők 20 milliárdos forgalmú cég, ők egészen pontosan 15 milliárd forint értékben forgalmaztak 22 ben és másfél milliárd forintot költöttek marketingre. Tehát ez technikailag ugye Google, stb. stb. tehát PPC-re. És nyilván Nyilván ők segítenek külföldre értékesíteni, és nem kell idegen nyelven beszélned ahhoz, hogy hogy nem tudom, mondjuk Lengyelországban, Németországban, Romániában értékesíts. Mert ők nyújtják a, a hozzá az összes igényt, hmm. vagy az, az összes megoldást. És hogy ez miért jó? Hát ez azért jó, mert hogyha mondjuk csak, akkor vegyük ki most itt, mondtuk ezt a másfél milliárdos követést, hogy ha mondjuk csinálsz egy PPC-t, tehát online hirdetsz, Ebben a nagyságban nyilván van saját Google-ös kapcsolattartó, stb. stb., aki segít neked, de egy kis webshopnál, mondjuk van, nem tudom, 5 termékkategória, ott egy ember leül, egy ügynökség leül, és ki, ki megírja a hirdetést, bájtja a dolgokat, és fut a hirdetés. De azt elkezdett skálázni, és azt mondott, jó, akkor ne 5 kategória legyen, hanem 5000. Ne egy nyelv, hanem 10 nyelv. Ebben a pillanatban ezt már nem tudod hatékonyan csinálni. Tehát emberekkel ez lehetetlen. Tehát igazából ők eljutottak arra, hogy ezen a szinten, amin vannak, vagy amin szeretnének lenni, és szeretnének növekedni, tehát ők eb ebben az évben, 2023-ban, 10 országban terjeszkednek, ők ebben az évben ezt nem tudják, és eddig a szintig se tudtak volna eljutni AI technológiák nélkül. Ez azt jelenti, hogy amúgy az Amazonnál, hogy ahol, ahol ez mondjuk nagy, még nagyobban megy, ott ez már egy régen, volt a bevett szokás, hogy ilyen rendszereket használnak a háttérben? Hm. A, ha abszolút, tehát hogy azért a, a, az AVS például, ugye a cloud szolgáltatása az Amazonnak, ott van nagyon sok ilyen jó szolgáltatás, mm. és nyilván ezek közül ők is nagyon sokat használnak. Hogy ennyire integráltan használják el, mint a Pepita, abban nem vagyok 100%-ig biztos, hiszen azért az utóbbi években jött be nagyon sok képesség, ami eddig nem volt. És ami miért ezt a, ezt mondom, hogy azért a, az Amazonnak a, a, az asszisztense, a, 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 az Alexa például veszteséges, és rengeteg embert kirúgtak, és nem tudom, valami 10 milliárd dollárt buktak rajta, de annak ellenére buktak rajta egy csomó pénzt, hogy egyébként az utóbbi években hatalmas áttörés volt ezekben az AI személyi személy asszisztensekben. Igen, de ott az Amazonnál ott talán nem is az AI az erős, hanem a folyamatok szerintem. Szóval, hogy ott ki van találva, hogy nem ai -a, de emberi munkaerővel ilyen iszonyatosan le van csiszolva, hogy akkor neked az a, az a munkát, hogy ezt innen ide teszed, és az ki van maxolva. Aztán azt persze majd lehet meg már meg, csinálják is, hogy ott is ilyen robotok hoznak, visznek dolgokat, de azért meg az se teljesen AI, hanem csak egy meghatározott mm -hmm. úton mozognak a dolgok. Igen. De nekem a, az a kérdés, amit a Pepitához, hogy hogy mikor jött el az az idő, vagy mi, mi az a, határ, amikor rájöttek, hogy AI kell, vagy amikor először elkezdték ezt használni, nagyjából mi lehet ez a... Hát ez, ez, ez egy éve lehetett kb. Ugye nagyon sokat beszélünk, mert egy régi munkakapcsolat végül is, a, meg egy barátság, baráti viszony fűz hozzájuk. Tehát ez, ez régebb óta van. Az, hogy amit mondtam, majd te is mondtál, hogy négy hónapja ez nagyon aktív, tehát ott, ott ténylegesen fut nagyon, tehát nyolc darab AI-os projekt. De de ter termékszámra gondolok, hogy mi az a termékszám, vagy mi az az árbevétel, vagy mi az a. Szinte ahol ez. Szerintem ez ez ott, attól a pillanattól kezdve számított igazán, hogy ők platformként kezdtek magukra gondolni, és elkezdtek platformot fejleszteni, és uh, most van 560 partnerük, de ebben az évben lesz 6000. Tehát, hogy bor, borzasztó de most itt csak egy példák, hogy ha, ha nyilván ha vannak mondjuk tök jó mentális modelljeit, például a CsiaDéni elv, Robert CsiaDéni Influenced, a hatás című könyv, az a befolyásolás területen az Gábe a Gold Standard. Tehát az, amit mi is a marketing ügynökségnél használtunk, mert megköveteltük mindenkitől, hogy olvassa el. Ez nagyon leegyszerűsítve van a hat alapelv, ami, amire épül a befolyásolás. Ezek ilyenek, hogy, hogy a, a hitelesség, az autoritásra adunk. Tehát, hogyha egy sztár, egy nagy cég, mond valamit, vagy az a partner, de az sokat számít. A social proof, hogy mit csinálnak mások, tehát hogy ö, ha sokan vásárolnak nálad, akkor az is segít. A scarcity, tehát hogy a hiány van valamiből, hogy figyelj, ebből, a ké, ebből összesen nekünk van 25 darab, vagy ezen a héten van az akció, ezek mind befolyásolás segítő eszközök. És ha mondjuk azt mondod, és ezt megtanítod egy PPC-snek, hogy figyelj, Csiádini hat alapján írjál nekem kérlek szépen egy Kérdetés variációt ehhez az öt kategóriához, akkor megcsinálja. De ezt már 5000-hez nem tudod, ezt már 10 nyelven nem tudod. Hm. Viszont ö, azt kell látni, hogy ennek a matekja kb. úgy áll össze, hogy egy A4-es oldalnyi szöveg ö, nagyjából 8-10 forintba kerül. Tehát a, a mostani rendszer, mondjuk, mondjuk a chat GPT mögött is van GPT 3 vagy a 3 3,5, ugye ezek APIN keresztül hívható rendszerek, ki tudod fizetni, nagyon nagyjából egy A4-es oldalnyi szöveg 8 forintba kerül. Ez betűmérettel. <laughs> 72-es. Igen, jó, igen, igen nem, igen, bocsánat, igen, nem, nem, nem trollkodok. Ez, 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 ez kb. 4000 karakter, tehát, hogy a ah. karakterben nézzük, és, és ugye ez azért érdekes, mert nagyjából fél millió forintból meg tudod oldani azt a kérdést, hogy neked 5000 kategóriában 10 nyelven legyen 7-8-10 variáción. Aha. És ez egészen más, ha úgy beszélek hozzád, hogy te figyelj, egy pelenkázót keresel, te egy otthoni biciklit keresel, te egy babakocsit keresel, ha én azon a nyelven beszélek hozzád, ami te benne vagy, és nem egy általános templétet használunk, hogy gyere ide, mert itt vannak legjobb árak, hanem tényleg azokat a pain pointokat nyomkodjuk, ami neked számít, hogy nyilván elképesztő hatékonyságot lehet elérni. Tehát akkor így megfogalmaztam magamnak, hogy kb. a Pepita ott volt, hogy ők százalékon üzemeltek már egy viszonylag nagy és sikeres méretben, és hirtelen átálltak arra, hogy jön egy ilyen nem lineáris növekedés náluk, és Igen. akkor ott vagy azt volt a választásuk, hogy vagy a, a személyzetet, növel, vagy a munkatársak számát növelik nem lineárisan, vagy keresnek valami okosabb megoldást. Igen, és minden a az AI. Abszolút. Meg hát figyelj, itt a beszerzők. Tehát ott egy beszerzőnek itt cikk számok vannak. Ő Excel táblát lát a fejében de egészen más, tud mondjuk empatizálni egy, egy, egy új kategóriával. Tehát fölteszi azt a kérdést, hogy jó, mik, mik, a legnagyobb pain pointok. -ok? Tehát aki gamer csát keres, tehát hogy ez a gamer széket, az a, annak mi a, a mi, aki még nem érte hez, az milyen kérdések fordulnak meg a fejében. Nyilván te 15 éve ezzel foglalkozol, mert te beszerző vagy, kened vágod, neked nem tudsz már a kezdőkkel, nem tudsz már a teljesen laikus emberek fejével gondolkozni. És ezek az eszközök elképesztően jók abban, hogy elmondják, hogy igen, ezeknek az embereknek megfordul a fejében, mondok egy nagyon durva dolgot, miért drága. És hát ez neked soha nem ford meg a fejében, mert tudod, hogy igen, mert hogy nagyon jó a szellőzi, nagyon prémium anyagból van, nem lehet, nem törhet szét alattod, nem egy fröccsentett valami, nagyon sok innováció megy bele. Tehát nyilván te, mint szakértő, ezt nap estig tudod sorolni, hogy miért, de maga a kérdés a te fejedben még csak meg se fordul. Mik a konkrét projektek, amiken a Pepitánál dolgozol? Na, a, konkrét projektek a, például a PPC-n túl a, egy ügyfélszolgálati kérdéskör. Tehát, hogyha, ugye mi a standard folyamat? Neked van valami problémát, fölhívsz egy számot. Ha megtalálsz egy számot, az már tök nagy dolog. Tehát ugye a legtöbb te cége nem tudsz telefonszámot találni. Ugye? Nem véletlenül. Igen. Nem véletlenül, mert drága az ember. Oké, okay, találtál, mi történik? Ott vagy 10 percig, már föltözvágtad a telefont, olyan ideges, hogy még mindig nem tudsz emberrel beszélni. De viszont de azt... kedves zenét szól. Igen, te... igen megy, 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 megy a, a Beethoven, Beethoven igen, igen, a háttérben, és mondják, hogy várakoz, és hogy ők mennyire fontos vagy nekik, Igen, ugye? igen meg hogy túlterheltek. <suk> meg hogy túlterheltek, és no shit. No shit, no shit sajálok, tényleg? Tehát, hogy, tehát ez egy borzasztó élmény. Na most, hogyha ezt elkezdjük alulról végig gondolni, hogy miért nem lehet azt mondani, hogy figyelj, most igen, le vagyunk terhelve, mondd el nekünk, már ezt most hogy mi a problémád, milyen e-mail címen érünk el, és meg fogunk keresni, de már úgy, hogy pontosan utána néztünk a te problémádnak. Ezt elmondja. Nagyon jól le lehet iratozni ezeket a szövegeket. Ugye erre vannak fizetős ilyen transcribing szolgáltatások, de egyébként az OpenAI kihozta a Whisper, tehát ez a, a suttogás növezetű modelljét, ami elképesztően jól működik. Azzal nagyon jól le lehet iratozni a az szövegeket, azokat már elő lehet készíteni, tehát döntésű tehát be lehet sorolni különböző kategóriákba, hogy ez most például hol van a csomagom kérdéskör, a garanciális ügyintézés, stb. stb. És abban a pillanatban, hogy ezeket előkészített transzkrájbolod, egy tízszeres szorzót nyertél. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy valaki végighallgatja, haló ki, akkor most mit mondtak a telefonban, és megpróbál lepötyögni, vagy ez az, hogy itt van egy Q, tehát itt van egy, egy sor, amiket fel kell dolgozni, és ez mind kizárólag garanciális ügyintézés, sokkal gyorsabb, vagy már csak a ugye a méret gazdaságos, mi, miatt, hogy neked nem kell kontextust váltanod, hanem tudod, hogy most te csak garanciás ügy, ügy, ügyeket intézel, nem tudom, következő egy van. Akkor ezt le, lefordítom az összes többi cég számára, hogy még telefonos ügyfélszolgálat, nem telefonos ügy, ügyfélszolgálat, tök mindegy. Ugye a telefon, az már egy AI projekt, hogy a telefont leiratozod a, Igen. a Viszperre, de akár csak az is, az egy mekkora gondolat, hogy ha ö, fogsz egy ilyen szöveg értelmező szoftvert, hát most nevezhetjük ilyenek, majd belemegyünk, hogy ez az-e vagy sem, eh, akkor azzal már tudod kategorizálni, hogy milyen típusú Abszult. a probléma, és vagy adsz rá egy automatikus választ, vagy, vagy besorolod mondjuk egy olyan eh, support agenthez, aki, aki már sokkal jobban tudja kezelni ezt a dolgot, és akkor nő a hatékonyság, és akkor ti még erre rátettetek egy AI réteget, hogy ez nem csak szöveges dolognál működik, mint mondjuk egy e-mail, hanem még a igen. telefonosnál is, hogy le, le, hát meg a ezt szöveget. Meg akkor nagyon jó lehet használni a cseteknél. Mm -hmm. hogy, igen, az, hogy szöveges mert, cuccoknál igen, is. Igen, meg a lehet másik, alkalmazni. hogy tutoriálok. Tehát, hogy Gondolom én. Igen, Igen meg nagyon, nagyon, érdekes, Nati, amit mondasz, mert van egy ilyen trend, hogy kijött a chat GPT, és ugye, ami meglepően jól lehet vele meg, meg, kommunikálni, és euh, nagyon, nagyon, sokan elkezdtek írogatni ezeken a céges weboldalakon lévő cseteknek, ami sima intákom, hogy mondj nekem egy történetet. <sítható> Írj nekem tíz hirdetést! Szóval sz, most az emberek elkezdik <gmusi> feltételezni, <gılmış> hogy minden mögött most már a GPT van, annak kell, tenni, hogy ez nincsen így. Ezt megérdemlik. De amúgy eh, ehhez, ehhez, kapcsolódik egy kérdésem, hogy, tehát, hogy, hogy, hol van amúgy annak a határa, hogy most azt mondjuk, hogy tehát, hogy mert ugye chatbotok régen is voltak, akik automatikusan válaszoltak. Hol van a határa között, hogy ez egy sima ilyen buta if, elif, elszes, elágazásos, előre beírsz neki tíz útvonalatos chatbot, meg az, hogy ez egy AI uh, chatbot, vagy egy AI kategorizáló szoftver, vagy egy AI akármi, mint mondjuk a ChatGPT. Hol ennek a határa? Szerintem most, most 23 ban jutott, 20 végén jutottunk el oda, hogy, hogy értelmes az emberi kommunikációt kellően jól megértő eszközök jöttek létre. Mm -hmm. én azt gondolom, hogy ez, akik, ha, ez, ha ezt ha az a projekt neked mondjuk még 2022 elején futott, versus most, vagy 2022 végén, kb. így, így itt lehet a határ. Na jó, csak miért nem mondjuk azt ezekre az egyszerű chatbotokra, hogy ez is elvégül is. az alapvetést azt hozza ez is, nem, hogy kicsit butában válaszol, de azért automatikusan, meg valamennyit segít, hogy, hogy lehet húzni egyáltalán egy ilyen határt, abszolút hogy, lehet. hogy mennyire segítőkész? Azt hogy, hogy lehet definiálni? Szerintem abszolút lehet amit ugye beszéltünk korábban is, hogy minek keresel Google-on, amikor választ is tudsz kapni. És szerintem, amikor gyorsan kapsz választ arra, amit te szeretnél, tehát a nüanszokat meg lehet érteni, onnantól ez mondjuk ez, ez, az igazi AI, vagy az a, ha azt mondom, hogy ez egy transformatív AI, tehát az, ami, aminek majd tényleg van értelme, és nem csak egy ilyen elágazás, egy ilyen döntési fa, egy ilyen nagyon fancy döntési fa, hogy ha ez ez, hanem ez, akkor egy másik dolog, hogy ez volt régebben. De ebbe bele is fogunk mindjárt menni. Itt még annyit, annyit tennék hozzá ilyen matek oldalról, amit beszéltünk korábban is, hogyha veszel mondjuk egy, egy ügyfélszolgálatost, kinek mondjuk van 400 ezer forintos fizetése, 20 munkanappal számolsz, akkor az 20 ezer forint ugye naponta a fizetése. Uh -huh. Ha mellé teszed az AI-t, akkor az AI gyakorlatban fel tud dolgozni ugyanezért naponta 2500 bejövőkérést. Ez elég finoman hangzik. Igen. És ugye itt, 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 itt arra van szó, amit ugye előbb is érintettünk, hogy egészen is érintőlegesen mondtál, Tomi, hogy egészen más az, hogy nulláról megírni mindent, tehát nulláról fölépíteni a választ, tehát valaki leül, megérti, megírja, elküldi. Egészen más ez a munkafolyamat, mert ez az, hogy leülök, és jóvá hagyom. Vagy leülök, és a százszerzéktől indulok, hogy jó, ez nem tökéletes, akkor kicsit belejavítok. a hatékonyságban ez egy százszoros szorzó nem tudom, mennyi projektet mondhatsz meg így a Pepitától, de, de mivel azt mondtad, hogy kilenc van, és eddig kettő-hármat mondtál, ezért, ezért, reménykedem, hogy meg egy-kettőt behozhatsz ide adásba. Abszolút, tehát, hogy a, a én, ugye régebben mi volt? A, egy adatos ember, mint te, aki összeállt szép... Rosszul indul, igen. Össze, a szép, 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 nem leszel boldog az adás, az adás ö, 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 szép dashboardokat, és akkor mindenki kért és akkor te túl te terhával. És ehhez képest nagyon meglepően jók ezek a, a, nagy nyelvi modellek, arra, hogy tervezzenek. Tehát ezek ugye standardben egy ilyen kis fekete doboz, mindentől elzárva. Ugye, hogyha beszélsz a chat vel ő is elmondja, hogy nem férek hozzá az internethez. De ugye ez nem azt jelenti, hogy nem tudod összekötni. Tehát ezeket össze lehet kötni adatbázissal, sőt, ugye erre vannak akár az OpenAI-ra OpenAI fölmész, openai.com, ot vannak exemplők, példák, hogy SQL táblát áthatsz neki, hogy ezek az oszlopok, ezek a táblák, csinálj nekem egy SQL query uh -huh. És van, van, egyébként olyan, olyan startup, uh, trychannel.com például, hogy összekötöd az adatbázissal, és, uh, és tetsz, tudsz beadni. Hát humán nyelven megfogalmazod azt, amíg beszerzőként, ügyfélszolgálatosként, teljesen mindegy, milyen munkakörben dolgozol, hogy mit szeretnél, és csinálnak egy SQL query és szépen kidobja a, a grafikont, amire éppen szükséged van. És ez is egyébként hatalmas uh, hatékonyságbeli növeli, növekedés az, hogy senki nincsen megakasztva. Tehát akkor neked van egy kérdésed, hogy haladják, akkor nem az mondja, hogy jó, akkor nyitunk egy tikitet, és akkor majd valaki, ha, a odáig eljutunk, megválaszoljuk, hanem figyelj, ebben a pillanatban van egy kérdésen, és lehet, hogy ez egy tök rossz irány, de nem vársz vele napokat. Ha mi instant látod, hogy jó, egyébként nem tudom, nincsen sok garanciális problémánk, vagy nem tudom, valamelyik kategóriában sok van, és nem tudnád, mert várni kéne, vagy kéne egy kész az be. információ felgyorsult. Abszolút, egy, abszolút. Egyébként van egy projektmenedzser barátom, és ő azt mondta, hogy mostanában egyre több projektet adnak át neki időben. Tehát, hogy, <laughs> hogy, hogy nem késnek a, a, a dolgok. Tehát, Igen. hogy... hogy Hoppá. Igen. De, de nem ez, ez... Azért, tehát, hogy ez ebből a szempontból tök jó, mert hatékonyabb tudsz lenni, és pontosabb tudsz lenni, mert például maradjunk a kutató munkánál, mert ez egy az egy példa, Megbízod az asszisztensedet, hogy keressen neked valamiről, állítson össze egy 50-es listát. Egy két hét mire megcsinálj, a másik meg nem biztos, hogy jól kereshet, és hasonló dolgok. Abszolút. Tehát, hogy... abszolút. A, a másik az, amik, ugye ez saját szintemen is igaz, tehát, hogy én azért nem vagyok logisztikai szakember, én egy sima informatikus vagyok. Tehát ilyenek, hogy például fölmerül az, hogy mondják, hogy forgási és fordulati sebesség mondjuk raktárnál, ez nekem a ugyanazt jelenti. De rá tudok keresni, hogy figyelj, akkor mi a különbség a kettő között. És teljesen érthető, akár egyébként magyarul is elmagyarázza, hogy a forgásja az mondjuk az összes be meg kimenő raktába be is kimenő terméknek az értékét nézi, a fordulati sebesség az, hogy mennyi idő alatt ki egy konkrét termék. Tehát az, hogy nem kell várnom, nem kell megakasztanom, akasztak, akasztak másikat, hogy megértsem, hogy miről van szó, hanem rá tudok keresni, ez egy elképesztő. Ö, gyorsító tényező, hogy jobban megértem, hogy miről van szó, és mi a probléma. És ennek mi a konkrét megvalósulása, hogy mondjuk van egy belső tudásbázis, amire egy rátrénelitek az ai és akkor tud kérdezni egy új munkatárs? Például, például igen. igen. És igen. A, a csártosat azt pedig már le is implementáltátok. Tehát hát ha a beszerző a, vagyok a pepitánál, akkor beírom, hogy igen. Hogy, hogy nem tudom, mik voltak, kik voltak a legnagyobb disztribútoraink 2021 júniusban, Igen. és akkor kapom a pálycsátot. Igen, és ezt egyébként lehet, tehát ez, ez konkrétan ezt úgy hívják az eszközt, hogy long chain, ugye egy nyelvi lánc, ugye ennek semmi nincs a blockchainhez, ez igazából annyit csinál, hogy elabstraktálja azt, hogy te konkrétan milyen szolgáltatót használsz, tehát hogy te konkrétan OpenAI-t használsz, ugye nekik van a chat GPT, GPT3, stb., de van Cohere.ai, van uh, AI 21 labs, tehát hogy van elég sok szolgáltató, vannak open source modellek, tehát te is tudod futtatni, és igazából azt a kérdést, hogy bekendente konkrétan mivel csináld a válaszokat, vagy mi a nyelvi modell, azt az elabszt, elabstraktálja, és nagyon könnyen lehetővé teszi például azt, amire beszélünk, hogy, hogy egy tudásbázist kérdez, vagy egyébként konkrétan összekössöd egy SQL-lel. Mert ami nagyon meglepő, hogy ezek jók tervezésre tehát a nyelvi modelleknek megmondod, hogy milyen eszközök vannak, állnak rendelkezésre, tehát te tudsz Google-on keresni, akkor keresél Google-on, hogyha éppen friss információra van szükséged, majd SQL adatbázisod, akkor keresél, hogy a céges adatok kellenek, van mm, időjárás, API, akkor keres, hogyha időjárás érdekel téged. Meg tudja tervezni azt, hogy ugye ez a kérdés, milyen eszközöket kell használjak, és akkor iteratívan lehet futtatni. Viktor, milyen struktúrájú adatok kellene ahhoz, hogy egy ilyen mondjuk egy ilyen tudásbázisból való válaszadás megtörténhessen, hogy ez, ez, ez egy struktúrált összeszedett, táblázatba rendezett, valamilyen logika mentén felépített adatbázisból tud csak ezeket a válaszokat megadni, vagy most az jut eszembe, hogy mi van akkor, hogyha a cégünkben a Slack chat beszélgető rendszerre ráengedjük ezt a logikát, és akkor ugyanezeket a válaszokat meg tudná adni. Abszolút össze lehet kötni Slackkel is például, a Írott formát, szöveges formátum kell. Ez annyi kell, hogy szöveges legyen. Teljesen formátum. mindegy, hogy honnan van, tehát Aha. akár lehet egy markdown formát, lehet egy, in, in, egy belső wiki, lehet egy táblázat, tehát teljesen hmm. mindegy. Lehet szöve, tehát lehet uh, audio, meg videó, le tudod iratozni, lehetnek blogposztok, tehát mindegy, az a lényeg, hogy szöveges legyen. Hmm. Oké, okay. jó. És itt még és, <laughs> és pár, pár, pár gyors példát elmondanék, hogy, hogy én személyesen hol használom, tehát hogy nekem például az angol az a harmadik nyelvem, nekem a német a második nincsen erős intuícióm azért az angol nyelvvel kapcsolatban, vagy legalábbis sokkal gyengébb, mint és az És a, a Python az első? Vagy? <laughs> és a C++. C++. Igen, az igen, 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 igen. Uh, ez egy kicsit rászti. <laughs> <laughs> Bocsánat, hát egész adásban trollkodom, <laughs> kérlek, folytasd. hogy, hogy például ilyen, ilyen, apróságok, hogy, hogy mi a különbség két szó között. Tehát, hogy a, Például, ha fordítod mondjuk egy ilyen kis játék akció ami ugye magyarul érted, hogy ez egy ilyen kis játék figura, azt lehet ott fordítani, hogy figure, tehát toy figure, meg figurine. És hogy ez két figura, meg figurine között mi a különbség, azt én nem tudom, de fel tudom neki tenni, és elmagyaráz érthetően, hogy a figura, mivel játszod, a figurine, mert csak dísz. Hmm. És és ilyen jellegű dolgok, hogy ha például jön át egy barátom, és szeretnék egy háromfogásos vega- ételt főzni, ételsort, akkor segít nekem, és akkor tudok neki reagálni, hogy figyelj, igazából inkább legyen rizs a főételben, és kell elmondja, hogy miket tudok csinálni. És az, a, az, a, brainstorming, amit még nekem beletelt van a nyomlába, hogy mit csináljak, azt tényleg három percet meg tudom vele beszélni. Vagy az, hogy ajándékozás. Tehát, hogy ö, én azért ilyen borderline aspergéres vagyok, szóval nekem ez még nem annyira könnyű ajándékozni, de fel tudom tenni neki azokat a kérdéseket, hogy jó, akkor mit ajándékozzak, nem tudom, egy két éves kisfiúnak, vagy egy uh, egyik barátom gyerekének érted, vagy, vagy, a saját egy éves gyerekem, ő mi, minek mert nem feltétlen tudom. De ez való liesztő egyébként, tehát, hogy, hogy innen kapott meg a választ. Egy, 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 egyrészt ijesztő, és másrészt meg azt kell látni, hogy azért a teljes föld lakosságának a nagyon nagy része az nem beszél angolul anyanyelvi szinten. És ha, ha megnézed a, a, a hogy milyen országukban török, az abszolút az ázsiai és dél-kelet-ázsiai országok, ahol egyébként nem első nyelv az angol, de ugyanígy feltételezzük azt, hogy mindenki nem ró uh, normatív, vagy mindenki a nem ró mediánban van benne, tehát pontosan ugyanúgy működik, tehát hogy te mondjuk nem vagy disz, diszlexiás, diszkráfiás, stb. De ez itt például a vállalkozóknak a nagy részére ez nem igaz. És, uh, és az, hogy te le tudsz neki írni helyesírás hibákkal egy kérdést, és megérti, -e, mit akarsz, mm. és nem kell görcsölnöd rajta, ami neked extra erőforrás venne igénybe, tehát igazából segíti a hétköznapi funkcionalitást, szerintem ezáltal egyébként fejlődsz is. Tehát, hogy nyilván ezeket az információk ugye, utána egyébként nem feltétlenül teszem fel, még egyszer megtanulom, hogy, hogy, mondjuk egy 1, 2, 3, 4, 5 éves gyereknek mi egy jó ajándék. Ez kicsit olyan, mint hogy, hogy ugye a szüleim idejében térképen tudtak közlekedni. Tehát fogták a papíralapú térképet, és azon kellett megtalálni, hogy hol vannak, a, hogy elvesztek a a, a, az országban, vagy akár a városban. És a mi korszakunkban már az indult el, hogy, hogy gyakorlatilag megmondod, hogy hova szeretném menni, és a GPS megmutatja, hogy hova mész. Emiatt ugye elvileg nem tanuljuk meg a várost olyan pontosan, Igen. elvileg nem fejlődik a, a, a navigációs készségünk, meg ez a fajta probléma megoldó készségünk, cserébe sokkal gyorsabban és sokkal kisebb probléma mák árán érünk oda, ahova szeretnénk, és lehet, hogy még egy csomó előnye van ennek. Tehát hogy kicsit ugyanez az analógia, várható ettől is szerintem. Nem pont ezt mondtam Én. az előbb, hogy pont ez gyorsítja felfelé. Igen, tehát, csak hogy tehát, ez, hogy még hagy... ezt is felgyorsítja ez az egész Abszolút. Olyamat. Igen, de hogy nem az lesz, hogy elbutulunk ettől szerintem, tehát ez egy, ez benne, benne lehetne ez, hogy hogy olyan, hát innentől kezdve nem is kell gondolkozni azon, hogy mit adjak ajándékba valakinek, tehát nem használom az agyamat onnantól kezdve, de hogy szerintem, aki intelligensen nyúl hozzá ezekhez a dolgokhoz, az pont nem, nem abba az irányba megy, hogy majd kevesebbet fog gondolkodni. Abszolút, meg ha, ha feltételezzük azt, hogy például nem szakértő a társadalomnak a nagy része mindenben. Tehát lehet, hogy valamihez értesz, néhány dologhoz, de mindehez nem ért senki. És hogyha például olvassuk egy Michael Burry-nek egy tweetjét, ugye aki nem ismeri, ugye a Big Shortnak a, 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 az autista ember, aki ugye megjósolt az amerikai. Hmm, Laka, lakáspiacok az összeomlását. És most, most a vizet sortolja, ugye? Az most igaz? nem tudom, hogy éppen mit, mit de ugye... Ez a fél végén volt. Igen, igen, azért kérdezem. De, hogy ő, ő, például eléggé kriptikusan szokott fogalmazni, elég sok szakkifejezése és rövidítése együtt. És én annak ellenére, hogy közgazdász végzettségem van, nem értek mindent, amit ír, mert nem értek ahhoz, amivel ő foglalkozik. De azt, hogy betudom más van, és azt mondom, hogy explain it in plain English, tehát magyarázd el egyszerű nyelven, kettős pont, wow. bemásolom, és elképesztő érthetően megmagyarázza nekem, hogy egyébként ő, ő ott mit ír. Hmm. És, és ezt korábban meg elkezdtem volna googlizni, megértem külön rövidítéseket, stb. 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 És lehet, hogy nem is megyek bele. Régebben elengedtem volna. De most csak megkérdem, hogy magyarázza hogy itt, mit ír, és elmagyarázza nekem. Hmm. Hú, ez tök érdekes, amit mondasz, hogy hogy régebben elengedtem volna, mert euh, én is ugyanígy így voltam ezzel, hogy olyan dolgokkal kezdtem el foglalkozni a chat GPT kapcsán, amivel régen nem foglalkoztam, mert időrabló volt de most meg így a kíváncsiságomat azért, azért triggerelte, és hogy könnyen megkaptam az információt. És ez, Igen. És, ez és gyorsabban tanulsz, jobb. gyorsabban értesz meg dolgot. És akkor utolsó példa, ami, ahol használjuk a, a, az AI, az új, új vonalási technológiákat a Pepitánál, az a GitHub-nak a Hogy ez egy, ö, aki nem tudja, hogy micsoda, ez egy ö, asszisztens, ami segít programkódot írni. És ö, úgy összességében 30%-a növeli a, a, hatékonyságot, de hogy egy kicsit bejebb, mélyebb rásunk, akkor rájövünk, hogy a rossz munkának a 90%-et automatizálja. Tehát aki nem, nem ért a programozáshoz, ugye az, ott azt kell látni az, hogy elkészül van egy programkód, az úgy kevés. Kell hozzá dokumentáció, kellene hozzá kommentek, hogy mások is megértsék, hozzá tudjanak nyúlni és értsék, hogy a különböző bemenetek mit csinálnak, illetve kellnek tesztek, ezek egy unit tesznek hívják. És ez annyira fájdalmas, mint hogyha egy, egy mérnöknek, aki tervezett egy hajszárítót, azt mondott, hogy most nekem írjál egy 40 oldalas felhasználói útmutatót. Tehát ő nem azzal foglalkozik, ő nem szeret írni. Ezek az emberek nem szeretnek, én se szeretek ö, mondatokat fogalmazni, mert én, én, problémát szeretek megoldani. És ennek a, a munkának, tehát ott egy kész függvény, írjuk meg a kommentjét, írjuk meg a, a unit tesztjét, ennek a 90%-át automatizálja. És 20 fejlesztőből csinálsz 26-ot. És úgy, hogy ez a 20, 20 ember ez sokkal boldogabb. Igen, azért ez az nem mindegy. Tehát tényleg, hogyha most ezeket a dolgokat, amiket mondasz, lefordítunk pénzre, akkor most nyilván nem tudom, mik a kiadások, de hogy azért elég nagy szorzók jönnek ki. Tehát itt nem, nem 10%-okat spórol ezzel a pepita, hanem nagyságrendeket. Hát, nagyon, Egy nagyon, nagyon sokkal, és ugye, az, Azért fontos ez, mert ugye két irány van alapvetően az új gazdasági helyzet, hogy kialakulóban látszik a világban, hogy vagy költséget csökkentesz, vagy hatékonyságot növelsz. Hmm. Hogy a költségcsökkentés az ott mindig nulláig tudod visszavágni. Tehát ott, amit meg tudsz spúrolni, az ott van egy elég fix összeg, amit meg tudsz spúrolni, annyi amennyi kiadásod. Viszont fölfelé nincsen határ. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy te hatékonyabban több dolgot szeretnél csinálni, és hogyha te tulajdonosi hozzáállással csinálod, van tulajdonosi mindseted, akkor azt mondod, hogy fiai, itt van nekünk száz projektünk, soha nem tudtunk volna végére nyújt, e, jutni, persze, hogy többet szeretnénk megcsinálni, persze, hogy növekedni szeretnénk, persze, hogy több értéket szeretnénk adni. És nyilván ebben a helyzetben, aki fölveszi a fonalat és azt mondja, hogy jó, lehet, hogy eddig mondjuk én értem a unit teszteket, meg én értem minden sor kódot, de most én már tudok mondjuk legókockákat használni, tehát én már ki tudom találni, hogy tudok struktúrában gondolkozni, és sokkal gyorsabban létrejön a kód, sokkal gyorsabban le lesz az tesztelés, sokkal gyorsabban le lesz dokumentálva, de aki felveszi a fonalat, és nem ragaszkodik ahhoz, hogy neki az a feladata, hogy megjegyzéseket írjon a programkódhoz, akkor sokkal boldogabb és nagyobb hatékonyságú embereket kapunk. Ha már hatékonyság, ha nézzünk egy céget, akkor ez egy, ez egy sokkal átfogóbb dolog az én fejemben most, és javíts ki, hogyha, hogyha tévedek, mert így ez már régóta cikkeznek, egy nagyon populista dolog, hogy a könyvelők meg fognak szűnni. Van itt is olyan cég, aki már digitálisan könyvel, és nem kell csak fél évente egyszer találkoznod velük, és ez mennyire jó. Hogy onnantól kezdve, hogy bejön a számla, kiolvassa, ő azt tudja költségcsoportokba pakolni, te erről kvázi beírod, hogy ha, ha, van egy ilyen CEO hozzáférés, hogy jó, figyelj, akkor most a költségeink hogy tevődtek össze. Erről dobják ki nekem egy táblázatot, és nem kell ezt szólnom a pénzügyosztályra, hogy, hogy, rakjatok össze egy ilyet, ami két-három munkanap, és nem is azt adják, amit én kértem. Tehát, hogy, hogyha ez így körbe tud érni egy vállalkozásnál, akkor kvázi programozókból és ö, ö, ilyen AI szakemberekből áll össze egy cég. Abszolút, meg igazából olyan emberekből, akik szakmabeliek, tehát ők értenek a pénzügyhöz, de nyitottak arra, hogy használják az életet. Igen, csak csak Igen. hogy kell egy ilyen ember, Igen. nem öt ilyen ember. Igen, tehát a... egy, kell tehát gondolkodnia Igen. kell valakinek. Abszolút, abszolút. Nagyon sok kérdés bennem van még, és szerintem az ilyen soft of shop témákról, mint hogy ez most hogy fog a seóra hatni, meg milyennek az etikai vonzata. Beszéljünk egy kicsit később. Eljött annak az ideje, hogy kicsit az hátteréről, technikai hátteréről, meg a történelméről beszéljünk a dolognak. Szerintem kezdjük azzal, amit így, és már 55 perce megy a felvétel, de még nem definiáltuk le, hogy mi az az AI, vagy mi az a mesterséges intelligencia, hogy lehetne ezt definiálni, megfogalmazni, hogy mi ez egyáltalán. Van egy nagyon jó definíció erre, nagyon kedvelem, a, az szerint a mesterséges intelligencia mindig az, amit a számítógépek még nem tudnak végrehajtani. Ezt ismerem, ezt a De egyszer, egyébként, ez ugye ez, ez 1950-es évektől származik, ugye Ellen Turing megalkotta a Turing-tesztet, amit nagyon sokan azt hiszik, hogy ez egy ilyen nagyon kőbevésett, ez nagyon tudományos valami, ami ugye úgy szól, hogyha leülsz számítógéphez csetelni, és nem tudod, hogy a túloldalt ember van-e, vagy számítógép, és nem tud -e eldönteni, és hogyha ezt a számítógép meglépi, akkor a Turing-tesztet teljesítette és ez így ja, még mindig tudományosnak hangzik, de hogyha jobban bele, belemegyünk, akkor nem igazán van definiálva például az, hogy milyen idősnek kell lennie az embernek a túlvégen. Hát ha, ha mondjuk ezt kibontjuk egy picit, akkor 2014-ben volt már olyan AI chatbot, ami azt tetette, hogy ő 13 éves. Uh -huh. És hogyha te azt gondolod, hogy 13 évessel csatálsz, akkor, akkor, valid, akkor valid. Tehát akkor igazából ez, ez már nagyjából 8-9 éve túllépte Tehát a, azt mondjuk, hogy a, a 89 éve ezelőtt egy 13 éves kis szintjén állt a Hát meg egy spiú, igen, 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 egy a... 13 éves gyerek szintjén már állt a gyerek, De nem tudtuk eldönteni, hogy ténylegesen az-e. És ugye az 1950-es években az, a, a, a logika még ilyen úgy, úgynevezett szimbolikus rendszerek voltak, mivel korábban is beszéltünk ezek a chatbotok, -ok, hogy van egy döntési fa, hogy leírjuk azt, hogy ha ez történik, ha megvan nyomva a gomb a, gyalogos átkelőnél, és piros a lámpa, akkor x perc múlva, vagy másodperc múlva már csináld zöldre. Tehát, hogy azt gondoltuk, hogy ilyen szimbólumokat létrehozva, hogy nem tudom, megnyomva a gomb, meg gomb, meg nem tudom, meg ilyenek, ezzel le lehet írni a világot. És ez egy nagyon vonzó hozzáállás. Tehát azt gondoljuk, hogy szeretjük azt hinni, hogy mi nagyon okosak vagyunk, és mi pusztán logikával le tudjuk fedni a világot. De valójában a világ az ennél sokkal bonyolultabb, illetve sokkal ányaltabb az átmenet, és nagyon sok félreértésre ad lehetőséget a való világ. Tehát a robotika a sokkal nehezebb és bonyolultabb, mint gondoljuk. Nálatok például volt vendégként a Kávin Peti barátom, aki hardware-es hardware startupot csinál, kioszkokat, és ő mesélte nekem, hogy például hardware-en az a nehéz, hogy kapsz vissza valami jelet egy, egy, egy modulból, és nem tudod, hogy jó-e. És, és van, hogy nem jó, és nem, nem, nem vagy benne biztos, hogy hogy tudod validálni, hogy jó-e. Tehát ez egy viszony, viszonylag nehéz terület, és ennek egyébként, ennek a vonalnak, ami az 50-es években indult, a kicsúcsodá, kicsúcsosodása az 1996-ban volt, amik ugye a, a Deep Blue, az IBM-nek a sok robotja, az ugye az éppen regnáló világbajnokot megverte. Hm. De ugye ez, ez nyers erő volt, tehát ott semmi más nem csináltak, csak elkezdték számolni, jó, ez a felállás most, ha én ezt lépem, a másik mit lép, stb. stb. és ezt elkezdték szimulálni. De ez volt ennek a csúcsa. Hogy a szimbolikus rendszereknek mi a, a limitje, erre intuíciót építeni viszonylag nehéz, mert ez a klasszikus, amiről már beszéltünk a, a mentális modelleknél, egy ilyen sekély tavaknak a története, hogy megyünk, megyünk, és azt mondjuk, hát ez ilyen sekély túlnak tűnik, de amíg nyakig nem vagy benne, addig valójában nem látod, hogy milyen mély. Hmm. És erre van egy nagyon jó, ilyen Exact Instruction Following Test, ami YouTube-on egy videó hogy egy apuka azt mondja a gyerekeinek, hogy Amerikában nagyon megy ez a peanut butter and jelly sandwich, ami gyakorlatilag... Magyarokrém. magyarokrém krém magyarokrém és, és lekvárral. Ez mi is toljuk, ez finom. Igen, ez a magyar kontextusban szerintem a vajas mézes kenyér A megfelelő ennek. Tehát ugye, ez, ez nagyon szeretik, és akkor azt mondja a gyerekeinek, hogy írjátok le nekem egy instrukcióban, egy papír hogy pontosan mit kell csinálnom, és megpróbáljuk ezt követni. És nagyon vicces, hogy egyébként ez az egyszerű feladat mennyire nehéz. És ezt behoztam, ezt a példát. Mármint a... azt, hogy hogy kell megcsinálni egy ilyen peanut butter Igen, ez viszonylag egyszerű, de, de nehéz lenni az instrukciókat. Úgyhogy én hoztam egy példát, uh -huh. hogy legyen egy kis uh, intuíció. Kis egy kis játékot hoztam, hogy uh, mindenki kap egy álnéles papírt, uh -huh. és írjátok lenne nekem mind a hárman, hogy egy szívet hogyan rajzoljak egy papírra. Jézus. És közben naráljátok, leírni, Igen, de közben naráljátok, hogy hogyan gondolkoztok, mert ugye ezt nem fogják látni azok, akik hallgatnak minket, és én is fogom narrálni, hogy amikor követtem az instrukciókat, akkor mit csinálok. De az, 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 elvárásom, hogy azt remélem, hogy mire végére érünk ennek a játéknak, ez egy három perc szerintem. Hogy kell egy szívet lerajzolni? Igen, hogyan rajzolják, Tehát itt van egy toll, valamelyiket innen elveszem, és oh. uh, és írjátok le nekem, és akkor én megpróbálom követni az utasításokat, és majd mondom, hogy az én fejemben mi van közben, miközben követem a pontos utasításokat. Ez egy tök egy pár éves gyereknek mondasz egy ilyen feladatot, hogy rajzolj nekem egy szívet, ez egy gyerek tudja. Ja. Ja. De, Kezdeném azzal, hogy képzeld el a szívalakját. Ezt írd ír, ír, ír le. És a... írjam le, szavakkal írjam le. És akkor ilyen izét fog képzelni ez a biológiai szívet. Aha, aha, aha. De... Én is kezdem, hogy nyisd meg a Koménius logót. Na, nálatok nem volt számtek ezek szerint. Ez egy ilyen kis, izé. teknőst kellett programozni, igen. És akkor így ment, és húzta maga után. Tudták Tudták utasításokat adni, hogy erezd le a hasadat, vagy emelt fel a hasadat, és akkor lent volt a has, és úgy ment, akkor húzott egy vonalat. Ha fölemelt, akkor nem, és akkor tudtad programozni, mennyit menjen előre, itt forduljon jobbra, stb. stb. De most akkor külön-külön? Igen, vagy? igen, külön-külön írjátok -külön nekem egy-egy instrukciót, egy az instrukciót, hogy ti hogy, hogyan mondanátok el nekem ezt a feladatot. De hogy akkor most kezdje az Adi, mondjuk? Vagy? Az Adi kezdheti akár, ja. igen. Képzeld el a szív alakját, ami azt, azt a, rajzot, azt, azt az alakot, amit el leszeretnél rajzolni legyen meg szemedben a, 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 mentális képed, legyen meg arról, hogy mit akarsz lerajzolni, és innen indulunk. Én ezt ezzel nyitnám ki. Jó, tételezzük fel, hogy nem tudom. Hát, fia, ezt nem, tudok, tudom. nagy akar... modell vagyok. Én <suk> nem <is>, láttam. Igen, <suk> egy <suk> nagy, nyelvi modell vagyok, <suk> nincsen hozzáférés <suk> az internethez. Igen, igen, igen 20, igen, igen. 20 igen. 21 július az utolsó adat, amit, igen, igen, amit, amit tudok. Igen, igen. A én, én valonnan onnan közelíteném meg, hogy egy ö, ö, rajzol egy 10x10-es keretet. Aha. Na, ez jó egyébként, mert már te csinálsz egy koordinált rendszert. Ez ja. egy nagyon jó dolog. De akkor tudod, mi az a keret? ez a 10x10-es keret? Mondjuk igen, ilyet tudok csinálni. Aha. Ja. Ha, Szép volt, Tati. Ez az jó volt. hogy tíz vonalat, meg é. tíz függőleges, meg Nem, ez tíz jó egyébként. Akkor már nem is kell vonal, bepöttyözöd úgy kell be a yeah. alakokat, hogy a, yeah. mint a, yeah. mi az, torpedóban kitorpedózod a... akkor kész mondaná, vagyunk, nem? A szembe, de, de igen. És yeah. akkor, hogy, hogy a, a ötödik oszlop és a harmadik sortól indulva indulj el egy fél kör ívben, most... Ajaj, igen. De egyébként nem a most a jobban belemennem, mert értem, hogy a, a tipikus hogy mi történik, hogy megfogom a tollat, és hogy elindulok le. Nem, nem, nem <síns> szedem le a tetejét, és elindulok, és nem rajzolok. És te rájössz, hát meg, hát, meg a tollat. Fó, megfogom ugye. a tollat. Igen, igen. Vedd le a tetejét, leveszem a tetejét. Igen. Akkor nyomd le. Akkor lenyomom a rossz felét. Tehát lenyomom azt a felét, mert nem definiáltad, hogy melyik felét nyomjam le. És akkor nyilván, akkor belemész abba, hogy jó, oké, akkor nyomjam le azt a felét egyébként, amivel tudok is rajzolni, és akkor lenyomom. Jó. Jó, lenyomtad. És, és ugye és... egyébként, amit mondasz, ez egy nagyon jó megközelítés, a látszik, hogy azért te vagy itt az it is, <laughs> a programozó itt a csapatban főleg, hogy igen, tehát ez egy, van egy rendszer, és azon belül kell mozogni, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Ugye itt a, 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 nagyon nehéz robotikában az, hogy, hogy menj előre két centit, nem biztos, hogy pontosan két centit mentél előre. Tehát ott mindig kell egy feedback, hogy, hogy ténylegesen annyit mentél előre, mint amit te gondoltál. Tehát a, ugye a, a te, 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 modelled, amiben vagyok, az tényleg az, ami, ami, amit gondolok. Na mindegy, hát ugye a, egyébként ebben a Peanut Butter Angel videóban a srác az azt csinálja, hogy vedd le például a, a kenyér, vagy a, a, a Peanut a tetejét, leszed, és akkor tedd bele a, a kést, csak a fordítva teszi bele a kést. Uh -huh. Meg, hogy uh, akkor kent be vele a, a kenyernek az egyik oldalát, és akkor a kenyernek az élét teszi. Egyik, uh -huh. Tehát, hogy igazából a, ha egy viszonylag egyszerű feladatot, hogy most rajzoljunk egy szívet, vagy csináljunk egy ilyen vajas mézes kenyeret, uh, ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát, ha egy belemész jobban, és tényleg, a én túloldalon úgy állok hozzá, hogy ki akarok veled szúrni, akkor rájössz, hogy az, hogy pontosan instrukciókat ír, ez nem egy könnyű feladat. Ez mutatja meg azt, hogy miért nehezek ezek a szimbolikus rendszerek, még annak ellenére mi azt gondoljuk, hogy baromi logikusak vagyunk, meg mindent le fenn, valójában nem. Tehát ezek sokkal bonyolultabbak. Hát meg ezek azért nem működnek cégen belül a folyamat leírások, mert ö, te nem tudod, nem tudni Igen. azt, amit tudsz, és <laughs> hogy ezt evidensnek tekinted. Igen, de, de, erre mondok egy nagyon, nagyon, vicces példát, még az első számítógépem az egy 480 DX2-es alaplapú kis, kis, kis számítógép volt, és volt a bátyámnak egy, egy ismerős, aki tanította használni. És konkrétan mi is így lapra írtuk, hogy milyen lépésekkel mit, mit, tudunk csinálni, és volt, amikor kihagyta azt, hogy, hogy nyom meg azt, kattints az igen gombra. Igen, 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 és igen, És, ja. egyébként most már ezek annyira triviálisak, de hogy, hogy, hogy basszus. Igen, igen nagyon, nagyon, egyszerű helyeken el tud végezni. Tehát igazából ezek a szimbolikus rendszernek pontosan jól leírek, vagy ez a, ez a, ezek a, já, a példák leírják, hogy mi a probléma velük, és hogy igazából ezekben a szimbolikus rendszerekben jönnek, a mai napig, ugye erre beszéltünk korábban, ezek a régi módi webes céges csetek, hogy leírok egy ilyen döntési fát, és megpróbálok okos lenni, de igazából valójában ezerszer színesebb, tehát hogy legalább három nagyságrendben bonyolultabb. A probléma, mint hogy egy ilyen egyszerű döntési fával le tudjat fedni. Mit jelent az, a szimbolikus ez a rendszer? Ugye ez a szimbolikus rendszer igazából az, hogy vannak mm, szimbólumok, amik igazából szavak és actionök, tehát hogy ez a, a, a mondjuk én tudom azt, hogy van tollam, én tudom azt, hogy van papírom, és hogy ezeket tudok végrehajtani a dolgokat. Tehát ez, ez csak a terminológia, tehát igazából ez egy, mm, ha ez, ez legyen, egyébként ez legyen, tehát ez egy ilyen elágazásos döntési fás megoldásuk, hogyha most így gyakorlatba akarjuk nézni, hogy mi ezeknek a lényege. Aha. Na, és akkor ennek a szív szívrajzolós feladatnak amúgy mi a, a szakszerű megoldása? Hát ugye, e, igazából nem a megoldása lényegesebb, ha maga a folyamat, hogy rájössz közben, hogy ez egy sokkal nehezebb probléma, mm. még ilyen kicsit szinten is, hogy tényleg egy, egy szívet rajzoljunk, amit egy kisgyerek megért, hogy, hogy ezt ezt lefedjük, ez mennyire nehéz, exaktan, és hogy, hogy igazából nagyon gyorsan belütközünk ezeknek a rendszernek a korlátaiba. De itt a kisgyereknél is az van, ami szerintem pont az egésznek a lényege, hogy hogy az emberi uh, minőséget nagyon nehéz uh, leírni, folyamatokká ír, leírni, mert mert, mert megtanuljuk azt, hogy hogyan fogad meg, meg hogy melyik kezedbe fogad meg először is a tollat, hogy nem abban a kezedbe fogad meg, amelyikkel nem tudsz rajzolni, akkor azt, hogy tudod, hogy van egy képed arról, hogy mi a szív, és én igen. most ugye a kisgyereknél lényugnál... sértettél nagyon sok balkezest, kezest, folytasd. Igen, 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 hát. Oké, okay, ezt nem fejtem tovább, de nem fejtem ki, hogy mit gondolok a balkezesekre. <laughs> <laughs> jó, jó. <laughs> ja, és hogy, azon le, lepődöm meg nap, mint nap a kislányomnál, aki most 16 hónapos, hogy, hogy a kutyát vagy a cicát, az bármilyen rajzolási formában már felismeri. Tehát, hogyha legabsztraktabb módon rajzolják egy mesekvém, akkor is rámutat, hogy ez cica. Igen. És hogy én nem tudom, hogy hogyan, miért, mert hogy azt a képet soha nem látta, de összerakja azokat a jeleket, ami, ami igazából szerintem pont az emberre jellemző, hogy, Tudja Igen. azonosítani. Igen, és itt, 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 itt jön be, hogy ugye maga a, a kezdetleges AI AI ilyen AI megoldások, ugye ilyen fix dolgban gondolkoztak, hogy mi majd leírjuk, tehát hogy az ember leírja. De ez ehhez képest 1980-90-ben jött be ugye, a machine learning, gépi tanulási megoldások, hogy ami azt feltételezte, hogy jó, 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 oké, rájöttünk arra, hogy mi nem tudunk mindent leírni, de akkor teremtsünk egy keretrendszert, amiben tud tanulni adatok alapján a gép tehát ezek ilyen akár egészen egyszerű stat, statisztikai modellek is lehetnek, tehát ilyen különböző regressziók. De itt a lényeg az az, a, ami bejött a machine learningnél, hogy jó, akkor nem mi instruáljuk a gépet, ami csak példákat, adatokat mondunk neki és adunk neki. Ugye ezeknek egyébként az előnye, a kezdetleges ilyen statisztikai modelleknek az előnye az, hogy nagyon gyorsak, ugye akkor nyilván limitáltak, tehát hogy ö, ö, úgy viszonylag bonyolult szabályokat nem biztos, hogy meg tudnak tanulni, vagy ebben elég, egészen limitáltak, mit tudnak megtanulni, itt a kedves hallgatóknak annyit szúrnék ki, hogyha szeretnél ilyet megtanulni, akkor majd nagyon jó bevolna, úgyhogy data 36 <laughs> a data36.com. Így van, köszönöm És használjátok a Viktor kuponkót. <laughs> <Kupongkod. gül> Viktor 20 <laughs> Igen, Igen. És Ezt mindenképpen használjátok, mert csak akkor kapok pénzt. <gül> Viktor, <gül> Viktor, Viktor, Viktor. Ebben, a, ebben a rendszerben mit jelent egy gép vagy egy rendszer számára az, hogy tanulás hogy én értem, hogy mit jelent Aha. az, hogy tanul. Ez de az, amikor az, az, egy, egy gép beleáll ebbe a folyamatba, egy gép mit, gond, mit ért arról, hogy, vagy, vagy mi a fogalma a mögött, hogy hogy egy gép tanul. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy most eltekintünk, hogy pontosan hogyan tanul, tehát ezt ilyen fek fekete dobozként kezeljük, akkor adunk neki példákat, hogy ez a bemenet, ez a kimenet, ezek ezt úgy hívják, hogy training set, tehát hogy ez a uh, tanítási uh, mintacsomag, az odaadjuk neki, azt valamilyen módon feldolgozza, és van egy külön, teljesen külön adatcsoport, amit nem használtunk a tanítási folyamatban, az test setnek hívják, tehát egy ilyen tesztelő ö, adathalmaz, és azon leteszteljük, hogy ez mennyire jó. Mert hogyha ha mondjuk nagyon jó a memóriája ennek a rendszernek, és hogy semmi más nem csinál, csak megtanulja, hogy erre bemelhet ez a megoldás, akkor ezt úgy hívják, hogy overfit, tehát hogy túlságosan hmm. a tanítási adaton adatot képzi le saját magának, és nem képes ugye, általánosítani. Tehát, hogyha te tesztadatokat mutatsz nekem, amiket még nem láttad korábban, akkor fel fogja dobni a kezét, vagy esetleg rossz adatokat fog rá visszadni. És ugye ez a 80-as, 90 es években még ez a fekete doboz, ez szintisztán statisztikai modellekkel, tehát ténylegesen regressziókkal működött, és 90-es években jöttek be a neurális hálók. A neurális háló nagyon-nagyon leegyszerűsítve annyit csinál, hogy a nyilván az emberi neuronokat próbáltak utánozni valamilyen szinten, hogy ő minden egyes nemron valamilyen erősségű összeköttetés, ugye szinapszisnak hívják a sima emberi agyban, tehát valamilyen erősségű összeköttetés van a következő nemronnal, és hogy bejön az információ, ezeket agregálja valamilyen módon, és továbbítja. És ugye ezeket úgy tanítják, mint, mint az úgy kell elképzelni, mint a célba lövést, back propagation hívják, ez úgy működik, hogy van egy random háló, bemegy az adat, és akkor én például nagyon jobb lövök, hogyha ha mondjuk célba lövök, és akkor mit csinálok? Egy picit balra és lefele korrigálok, igaz? Tehát egy picit az ellenkező irányba korrigálok, hogy a következőnek nyilván sikeresen betaláljak. És hogy ezt nagyon sokszor elvégezzük, tehát én dobok valamilyen irányba, egy picit az ellenkező irányba korrigálok, de akkor ezek a neurális hálók megtanulnak egészen sok mindent. De ugye ezeket, ezt a módszert még mindig úgy hívják, hogy supervised learning, tehát ez a felügyeleti tanulás, tehát megvan neki adva egy bemenet példaként, és megvan adva a példa kimenet ez át van futtatva rendszer nagyon sokszor, és a végén egy teljesen új teszt szetem van tesztel, vagy egyébként jól általánosítható el maga, ö, maga a neurális háló. És ez a neurális háló volt a legnagyobb ilyen paradigmaváltás az AI területen, ezt jól, jól Abszolút, jól, ez, volt, ez, volt, ez az első igazi, igazán nagy paradigmaváltás, hiszen például a kézírást azt fel tudták ismerni 1998-ban, tehát ott a legelső ilyen adatbázist uh, úgy hívják, hogy uh, MNIST, ami igazából digitek, tehát 9-ig számokat, kézérjett számokat ismertek föl, például ez a posta használat. És, és, ez egy hatalmas átterés volna, mert addig azt gondolták, hogy kézírásnak a felismerés az egy ilyen teljesen emberi dolog, és ezt a számítógép nem fogja tudni, és mégis ugye ezt már még a 2000-es évek elején, sőt a 90-es évek végén már a számítógépek képesek voltak erre, és hogy innen jön az, hogy a mesterség mindig az, amire azt gondoljuk, a gép. a gép már nem képes. Igen, de azért azt is mondják, és félig igaz, félig fél fél nem igaz, de kíváncsi vagyok a véleményedre erről, hogy a neurális háló az azért nagyon hasonlít az emberi agyra, és hogy ezért más, mint mondjuk egy döntési fa, vagy egy ilyen regressziós modell, amit mondtál, mert az, az, azok nagyon absztraktak. A neurális háló viszont tényleg, amit mondtál, hogy úgy van felépítve, hogy Ilyen neuronok vannak összekötve hálós módon, nem is teljesen értjük, hogy mi történik benne, csak az elejét meg a végét látjuk, és hasonlít az emberi agyra, hogy szerinted mennyire működik ténylegesen úgy, mint az emberi agy? Ö, szerintem inspiráció szinten mindenképpen, nyilván nem teljesen. Tehát, hogy ott, ö, ott ö, most az, hogy pontosan hogyan számol az a neuron, tehát a bejövő ingereket, hogyan reagál és küldi tovább, ö, ez nem nem feltétlen. Ez inkább úgy mondanám, mint a a repülés, hogy a madarak és a repülőgép. Uh -huh. Tehát az, hogy lehetséges, meg nagyjából, hogy lehetséges repülni, de egyébként nem csapkodja a száját a repülőgép. <laughs> Igen. É, és, oh. és igazából a, itt amúgy volt egy nagyon hosszú tél, tehát ha egy, egy több mint tíz éves tél volt az AI-ban, hogy nagyon nagy átterés volt, hogy hú, kézírás, fel tudunk ismerni, de nem jöttek eredmények, és hogyha itt megértjük, hogy miért nem, akkor azért, mert elsősorban nagyon nehéz úgynevezett ilyen lébölözött, tehát feliratozott adathalmazokat kapni, vagy adat vagy adathalmazokat dolgozni. Tehát, hogy azért az életben nem úgy tanulunk, hogy mindenre megvan a jó megoldás, hanem egyszerűen csak úgy nézünk ki a fejünkbe, és egyszerűen csak megtanulunk látni. Tehát, hogy nagyon sok ingyirem ér minket, és az ingyirekből a gyereknek az agya az megtanulja, hogy mi a mintázat, és fölépíti magának a, a, az, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem. És ez az unsupervised, tehát, a felügyelet, felügyelet nélküli tanulás, ahol nincsen igazából minta, tehát nincs az, hogy itt a jó bemenet, itt a jó kimenet, itt van egy rovatna struktúrájú adat, ezzel valamit, ez 2010-es években jöttek, és ezt hívják úgy, hogy deep learning, itt jöttek az, az áttörések. Fontos megemlíteni, hogy 2011-ben Peter Norvig, aki a Google-nak volt a kutatási vezetője, neki van egy nagyon jó YouTube-os előadása, mondjuk az a címe, hogy Unreasonable Effectiveness of Data, azaz a, a meglepően, vagy már-már már logikátlanul haték, hatékonyság az adat mennyiségnek, aminek az a tékövéje, tehát az a fő, a, fő insight benne, hogy végsősorban, hogyha nagyságrendek több adatod van, akkor tök mindegy, hogy milyen algoritmust használsz. Tehát sokkal jobban számít a so, még egy négy-tízszerese több mennyiségű adat, mint az, hogy egyébként most hogyan finom hangolod az algoritmust. Hm. És, és ami történt 2010-ben az áttöréshez, ami kellett, az, hogy a, például a mobiltelefonok, okostelefonok, Google, stb. Tehát elképesztő mennyiségű digitális adat plusz elképesztő számítási kapacitás. Tehát mind adat mennyiségben, mind számítási kapacitásban megnyílt a lehetőség ahhoz, illetve hozzáállásban is, hogy ne kelljen várnunk arra, hogy valaki felcímkézi, hogy például ezen a képen hol van pontosan a, 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 a lámpa, hogy lássa az autó, hanem csak átküldünk rá, hogy sok képet is megtanulja. És ez, hogy hogyan, hogyan tanulják meg ezek a rendszerek, ezek nagyon érdekes struktúrája dolgok, mert itt azt csinálják, hogy ilyen rétegek behelyezik a nemrónokat, van egy alsó réteg, oda bemegy a bemenet, és azt tovább küld a következő rétegnek. az tovább küld a következő rétegnek. És úgynevezett um, autó encodernek hívják azt a struktúrát, amely azt mondott, hogy beküldöm a bemenetet, és mint egy, mint egy homokumra olyan a felépítés a nemrális hálónak, tehát nagyon szélesen indul, ennyire szűkebb lesz, majd egyre szélesebb lesz megint, és megpróbálom úgy, úgy javítani a rendszert, hogy a kimenet ugyanaz legyen, mint a bemenet. És akkor mi történik? Mivel nyilván a homokúra közepén nagyon leszűkítettem a, a, a nem, nem a számát, ezért megtanulja a rendszer, hogy hogyan tömörítse hatékonyan a, a a bemenő adatot. És uh, például ilyen deep is uh, rendszereknél, például képi felismerésnél, az a nagyon érdekes szituáció alakult ki, hogyha ezeket a különböző rétegeket nézzük, hogy melyik réteg mit csinál, és mit tanul meg, akkor látszik, hogy az alsó réteg, az például éleket ismer föl. A következő réteg azok nagyon egyszerű um, geometriai alakzatokat, kör, meg stb. És hogy lépte fölfele, egyre durvább dolgokat tud felismerni. És itt uh, behoznám a Babies nevezetű Netflix sorozatot, tehát babák, uh -huh. mert nagyon sok hasonlóság van az emberi működésé, működése, és amúgy a nem rá is hálók működése között. Mert ami például történik az első évben a babáknál, az az, hogy elkezdenek modellt építeni. Tehát ők az első évben az összes hangot, az összes arcot meg tudják különböztetni, de például állatok között is. Tehát, hogy ez egy tigris és hogy konkrétan az a Lajos Tigris, és a másik meg az István Tigris, ők ezt látják. Mert ők a teljesen nyers adathoz hozzáférnek. Tehát az ő agyuk még nem hozta létre ezeket a kategóriákat, hogy ez általánosan Tigris, ezek meg az emberek, általánosan de az emberekben belül fontos, hogy ki az anya, meg az apa, meg a testvére, és stb. És ami nagyon érdekes, hogyha az első évben nem lát, vagy nem hall bizonyos hangokat, akkor utána később arra, ő nem fog létrehozni a saját agyában kategóriát. És később neki sokkal nehezebb lesz megtanulni egy idegen nyelvet, hogyha ezt nem hallotta gyerekként. Mert neki ez a kategória nem létezik, és nagyon sok erőfeszítés, tehát nem lehetetlen, csak nagyon sok erőfeszítés az, hogy te a nyelvás adathoz hozzá, és ezt például ugye a japán nyelvnél mondják, külföldieknek nagyon nehéz megtanulni az intonációt, mert van egy ilyen plusz információ, ami semmilyen más nyelven nincsen meg. És hogyha te nagyon aktívan figyelsz, hogy meghalt, akkor tényleg pár hónapon belül így ezt csak hogy basszus, most már hallom a különbséget de addig olyan, mintha az információt se lenne. Uh -huh. És ez azért érdekes, mert például a, a, az auti, autista spektrum betegségnél, ott az nyilván egy spektrum, tehát ez lehet durva, meg lehet kevésbé durva, de ott az egyik dolog, ami történik, hogy a nyers adatokhoz hozzáférnek. Tehát autistaként te hozzáférsz a nyers adathoz, ami nyilván azt több mindent okoz. Egyrészt azt okoz, hogy túl túltöltődz. Tehát, hogy nekem nagyon sok az információ, de ráélek a felre, nem egy emberi arcot, nem a főbb dolgokat látom, hanem mindent. Mindent egyszer. és ez nagyon túl De az mit jelent, hogy mindent? Tehát, hogy minden hát, szakáll. Igen, igen mindent. Tehát az, 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 az pixel, inform, pixel, pixel szinten Aha. látom az összes tehát az, Igen, mindent látok. És ugye nehéz fókuszálni, hogy most akkor mi a fontos ebből, és mi nem fontos. Illetve a másik, ami történik, hogy ö, a mirror, tehát a tükörneuronok, azok általában nem működnek, ugye ez úgy működik az emberek között, az empátia az azért működik, mert ha te érzel egy érzést, akkor azt én is érzem. De azt, hogy én is érzem, azért érzem, mert az én mirror, tehát tükörneumronjaim aktiválódnak. És ezáltal nekem például, hogyha ha én nem esek rá ennek a túl részére, ennek az a autista spektrum betegségnek, akkor normál esetben én látom azt, vagy érzem azt, hogy mi van veled, de ha nem, akkor nekem Érted, az olyan, hogy csak ott van valaki, és meg kell tanulnom, hogyha így áll a szád, így áll a szemed, van -e benne a nincs benne a köncsepp, akkor ez mit jelent? Uh -huh. És minden egyes érzés, ezeket meg kell tanulni. És ez nagyon-nagyon javaslom egyébként ezt a Babies sorozatot, mert nagyon-nagyon sok átfedés van a között, hogy, hogy nem rá is hálak, hogyan működnek, meg az emberi, hogy hogyan működik, és például, hogy egy gyereket nevelsz, ezért viszonylag fontos az, hogyha még szeretnék hogy idegen nyelvet beszéljen, akkor az első évben te, tehát Halljon idegen nyelvű beszédet. És egy évnél történik egy ilyen váltás, hogy onnantól hirtelen például már, mint a, a, a gorillákat nem tudják megkülönböztetni, akkor onnan elteszik azt, hogy ez nekik nem fontos. Tehát elkezd az agy optimalizálni, hogy mi az, ami fontos. De az egyébként ez egy kategória, ami egyben nekem nem kell megkülönböztetnem az összes gorillát, nem kell a nyers adathoz hozzáférnem. Elég csak abba elteni, hogy jó ez a gorilla azokat egybe kezelem. Tehát az, hogy a kislányom gyerekkorában rengeteg, vagy már most is gyerek, de hogy a megelőző gyerekkorában rengeteg olyan könyvet olvasott, amiben különböző madarak voltak, akkor neki az alakult ki a fejében, hogy nem az van csupán az ő kis világában, hogy madár, madár, az enyémben így van egyébként, igen. Hanem, hanem neki az van, hogy, hogy, hogy a, a, a vörösbegy, meg a szajkó, meg a nem tudom, a cinege, ezek, ezek külön önálló kis egységek? az, el, az első évben igen, ha utána neki ez releváns az információ, valamiért akkor megmarad, de egyébként elfelejti. Uh -huh. Idéződösen elfelejti. Mert ugye bekerülnek, annak ellenére egy érdekelt, annak ellenére egy tudta, ugye ezt kioptim kioptimalizálja az ajt, hogy egyébként uh -huh. hétköznapokban nincs befolyása az életedre az, hogy most az konkrétan milyen modell. Igen, de máshogy címkézi, a, 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 amikor a bemeneti jelt megkapja, mert Igen. összegyűjti ezeket az infokat, akkor ezek önálló címkékként jönnek létre, nem az, hogy tessék madár. Igen, de ez később valószínűleg előhozható információ, de ez elhal. Aha. Tehát, hogy inkább nem azt mondja elhal, háttérbe kerülünk el. Ezzel szemben mondom. a gépeknél, vagy a rendszereknél ez nem hal el? Uh, ugye ott százszerződikus befolyásod van fölött, hogy mit csinálj. Tehát ott is egyébként ezt uh, klasszikus informatikai problémának problémaként úgy hívják, hogy exploration és exploitation, tehát felfedezés és kihasználás problémája. Tehát ugye a megint analogiát szeretnék ide találni, akkor az első az az, hogy körbejárom a területet, ahol vagyok, tehát minél több mindent felfedezzek, versus kihasználjam azt, ahol egyébként mondjuk a legtöbb ételt találtam. És ugye ez a, általában, ö, ez, egyébként ez egy, ö, egy nagyon érdekes probléma, és például párkapcsolatra is ráültethető, úgy hívják, hogy titkárnő probléma, hogy azt az venni egy titkárnőt, és száz embert meghallgathatsz, akkor ha valakit fölveszek, ha későbbéket nem hallgathatod meg, ha elküldöd, nem hívhatod vissza. És ez a párkapcsolatra úgy illeszkedik rá, hogy ha te mondjuk szeretné tíz év múlva feleséget, akkor hogyan optimalizálsz? Tehát megállapodsz a legelső embernél, vagy még az utolsó utáni pillanatig is próbálod megtalálni a tökéletes. És erre matematikailag az a jó megoldás, vagy az, az optimális megoldás, hogy az időnek, vagy lehetőségnek az egyharmadában nem állsz meg. Tehát ott egy benchmarkot Határozva meg. Az idő, mondjuk akkor első három évben megpróbálsz egyébként rájönni, hogy valójában hogy működsz, az, mi az, amiben jól működsz, és mi az, amiben nem, mert mire van igényed, meg te mit tudsz nyújtani. Ha van egy benchmarkod, akkor az első három év után a legelső pontnál megállsz, ami jobb, mint a korábbiak. Egyébként ezt egyszerű valószínűség számítással ki lehet számolni, nem? Hogy kb. megtippeled, hogy hány csajod lehetne életedben, meg hogy mondjuk 35 éves korodban akarsz gyereket megtippelhet, hogy mennyi van, és akkor ki lehet számolni, hogy mennyi a valószínűség, hogy ez még jobb lesz, mint annál, és akkor Igen. <laughs> meg lehet, de valószínűleg ugyanez jön neki. Va valószínűleg, és egyébként a, hogy fel lehet menni Wikipedia-ra, a secretary problemnak hívják, tehát ott rendesen ki van fejtve, hogy, hogy fejt, hogy miért az egy pere a megoldás. Uh, just. Hm. De, 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 egyébként ez úgy általában jó, Aha, jó, okay. jó, mindsetnek is, hogy hogy nem az optimál tehát hogy a teljes, abszolút optimumot nem fog tudni elérni, és az, ha azt, ha elérni, akkor igazából nem jó stratégiát követsz. 15 évvel ezelőtt kellett volna találkoznunk, de. <laughs> <laughs> akkor vettél fel <laughs> a szekretáriát, igen. igen, itt megnéztem a Wikipédián az egyszerű valószínűség számításos képletet, azt visszavonom, mert itt integrálnak, meg deriválnak, meg igen. mindent csinálnak. A titkárnős dolog, ez valami játékelméletnek. Ez az a a, része, a, 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 a fél, meg a ez meg, meg online történt, az online optimalizálásnál, és az ab úgy hogy ilyen multi-armed bandit, tehát hogy ez a egykerű rablónak a sok változata. Tehát bemész egy, egy kaszinóba, ott van nem tudom, öt egykerű rabló, és nem tudod, hogy melyiknek milyen eséllyel ad vissza pénzt. Ugye vagy azt csinálod, hogy akkor húzogatod, és akkor reménykedsz a legjobban, vagy mindegyiket folyamatosan kipróbálod. Ha egyelően próbálod mindig mindegyiket, akkor nyilván felfedezed, de sosem használod ki a maximumot. Ha. Tehát hogy nyilván itt van van egy optimum, hogy egy harmadban próbálkozol, most vagy a pénzed, vagy az időd van, vagy valamilyen definícióban, utána meg bemész arra, ami ad, akkor a legjobb volt, és az exploitálod, hmm. ezt kihasználod. És ö, amúgy itt ez a 2010-es évek eleje volt, amikor én diplomáztam a műszaki egyetemen, és láttam ezeket az áttöréseket a, a deep learningben, és én ebből akartam szakdolgozatot írni. De akkor nem találtam rá konzulens, tehát senki nem foglalkozott a, a, az egyetemen ilyen témával. Gyakorlatilag ezt onnan követem, az egész témát, de, de akkor nem ebbe az irányba mentem el, de annak ellenére ezeket az áttöréseket hogy folyamatosan néztem, hogy mik, 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 lehetségesek, és hogy hogyan, hogyan lépik át a korábban lehetetlenként definiált problémákat. És 2014-ben volt a gyorsult fel fegyverkezési verseny, akkor Google megvette a DeepMind, a DeepMind egy angol jelkutató cég, őket onnan lehet ismerni, hogy például 2016-ban megverték a világbajnok Go játékost. Ugye ez azért, ne, azért, érdekes lépés, mert korábban azt hitték, hogy ezt soha nem fogja a számítógép megverni az embert go -ban. Ez azért van, mert minden egyes lépésnél egy-két nagyságrenden jobb vagy szélesebbre nyílik a döntési fal, amit meg kell, ami megnyílik. Tehát, hogy a másik mit tud lépni. A néhány, ott ez 10-20-szor több lépés nyílik meg. És ugye annyira gyorsan, exponenciálisan növekszik ez a döntési tér, hogy nem tudod azt megcsinálni, mint a soknál, ugye megcsinálták a, az IBM-esek, hogy akkor neki adunk, oda teszünk egy csomó számító, számítási kapacitás, ez megoldja, hanem itt nem lehetett ezt megcsinálni. Ezt a mai napig nem lehet megcsinálni? Tehát most már nincs olyan számítási kapacitás, hogy csak ilyen egyszerű erővel legyőzzük góban a Egyszerűen okay, nem, but... ezt, ezt más paradigmában meg lehet, ezt kvantum uh, számítógépekkel ah. meg lehet, azért mert ott ugye van ez a szuperpozíció, hogy egyszerre két értéket is fölvehet valami. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk van 10 sima bited, akkor az nullától 1023-ig bármilyen. Tehát nagyjából 1024, tehát pontosan 1024 értéket fölvehet 10 bit, de csak egyet. És ahhoz, hogy végnézd, azokat folyamatosan változtatnak, és fél, végig kell lépdelni az összes lépést a szuperpozíció, meg a kvantum számítógépeknél ott egyszerre föl tud venni két értéket, és ott egy idő pillanatban az 1021 értéket 10 kubit, vagy kvantum, mit ez föl tudja venni, és ezért ott ezeket az exponenciálisan gyorsul folyamatokat a lineáris időben tudják számolni. De ez, ez klasszikus számítógépen nem. Tehát a rövid válasz az hogy a gót nem. De, de ezek a mély, majd deep learning rendszerekkel igen, és ami nagyon érdekes volt, hogy amit elsőnek csináltak az alfagóval, az az, hogy ugye még soknál rendelkezésre áll az, az, információ viszonylag könnyen, hogy egy felállás mennyire jó valakinek, addig a góban nem. Csak azt csinálták, hogy nagyon sok, adatot át, nagyon sok adaton átolták a, a, rendszert, és csináltak egy külön network ami azt jósolta meg, hogy ez a felállás, akkor milyen esélye gyűz a fekete vagy a fehér. Tehát csináltak egy ilyen policy networknek hívják, de mindegy, és hogy ami nagyjából azt az emberi intuíciót tanulta meg, hogy ez a felállás kávé milyen lehet. Tehát csináltak egy olyan rendszert, aminek nem tajtottak be semmit, nem adtak példákat, csak játszották saját magával szemben, és négy óra alatt elérte azt a szintet, mint a legjobb ember. És ugye ez megint visszacsatolva az emberi agyműködése, hogy a Csíkszent Mihály Mihálynak a flúja ugyanezt mondja, hogy te úgy tudsz személy szerint gyorsan fejlődni, hogyha nagyjából a saját kapacitásod környékén ö, gyakorolsz. Tehát, hogy nem egy túl gyengével, de nem is túl erős ellenféllel. Hm. Igen, a... ő, ő, azt mondja, hogy ez a 10-15 kal ö, lőj magad fölé. Igen. Ha, valami ilyes. Igen. Ismilyen. Igen. És a másik, ami történt ugye 2014 után, hogy mindenki összeszarta magát, hogy Google felvásárolta a DeepMind-ot. 2015-ben megalapították az OpenAI-t. Az alapítók között volt egyébként Elon Musk is és uh, ugye itt eredetileg az volt a cél, hogy az AI túlságosan fontos ahhoz, hogy ezt egy cég birtokolja, és hogy minden open source-ként működött, rájöttek, hogy ez túlságosan erős ahhoz, hogy open source legyen, és utána ezt kiszervezték uh, egy ilyen non-profitból, egy ilyen for profit szervezetben Ez az OpenAI, AI, aki ezt csinálta. Igen, igen uh -huh. az OpenAI, aki egyébként egy csat GPT-t is, a GPT a 3 as társít kihozta. Mászk az mikor szállt ki belőle? Ő, ugye ő alapítóként benne van, de nem, nem hiszem, hogy foglalkozott vele túl sokat. Benne, benne azon, van még tulajdonosként? Szerintem igen, azon túlmenően, hogy ő megalapította, nem, nem, hiszem, hogy én nem tudok róla, hogy sok energiát fektet volna bele. Az, 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 onnan is gondolom, hogy a tweetelte, hogy például, amikor megvette a Twittert, hogy nem tudta, hogy a Twitternek az adatait is felhasználja az OpenAI, erre most jött rá, és ezt felül Tehát ezt ebből gondolom. És ugye mit történt 2017-ben? 2017-ben hetes uh, darab Google alkalmazott, és egy uh, egyetemi kutató kihozta azt a kutatási anyagot, amit kb. ilyen Satoshi nakamoto a white paperéhez, Bitcoin white paperéhez lehet hasonlítani, uh, aminek az volt a címe, hogy attention is all you need, tehát figyelem, amire szükséged van, tehát csak arra van szükség, és ez mit jelentett? Ez azt jelentette, hogy egészen eddig az ilyen szekvenális egymás jövő adatoknak a feldolgozás az azért volt nehéz, ilyen például a hang, ilyen például a kép, ilyen például az összefüggő szöveggenerálás, ez azért nehéz, mert elkezdesz egy mondatot valamivel kapcsolatban megfogalmazni, és a mondat végére vagy bekezdés végére elfelejted, hogy mivel kezdted, az nem túl jó. És ezekkel kitaláltak többféle megoldás, volt ilyen long, short-term memory, meg ez az LSTM, vagy a GRU, ami Gated Recurrent Unit, tehát ezek ilyen önmagukba csatlakozó hálózatok voltak, amiknek az a problémája, hogy nagyon nehezen számítható és párhuzamosítható. Tehát, hogyha bejön egy adat, akkor ki kell rá számolnom, és mi ez önmagába csatlakozik, ezért szépen lépésenként tudunk haladni. És ugye, amiről beszéltünk is, ugye 2010-es évek elején, hogy, hogy az adatnak a hatékonysága, hogy minél több van belőle, és minél több adaton lehet majd tanítani, ez nagyon fontos, és az fontosabb, mint a, az algoritmus, hogy ez nem tudott érvényesülni, mert nagy adatokon, nagy adatmennyiségen nem lehetett lenni az ezeket a rendszereket. És ugyanakkor ezekben a rendszerekben voltak ilyen figyelmi hálózatok, tehát olyan nemreális háló, ami próbálta hosszabban, koherensen tartani a szöveget, tehát bejött egy szöveg, és arra megmondta nem rá, és háló, jó, mire kell koncentrálni, ne felejtse el két bekezdés múlva, hogy mivel kezdett milyen szöveget generálni. Mondjuk, ha nagyjából egy szövegről van szó, akkor a kulcsszavakat így, amikről hát szó van, azokat megtalált. Abszolút, tehát hogy a bemeneti kulcsszavak jelen, hol kell fókuszálni a kimenet generálásához. És ö, amit ö, csináltak ebben a, a Google-ösök, és ugye ők találták ezt ki, hogy igazából nem kellene ezek az önmagukba visszacsatlakozó hálózatok önmagában egy, egy attention layer tehát egy ilyen figyelmi hálózattal, ami eddig is benne volt, tehát ha csak azt hagyjuk meg, akkor az már párhuzamosan uh, trenírozható, azon már nagy adatmennyiséget át lehet tolni. És ez egy óriási áttörés volt, és igazából a transformer modellek, azok innen jönnek, és nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, majd beleszünk el a show -ba. 2018-ban a Google Duplex nevezetű AI azt csinálta, hogy fölhívott egy, tehát telefonon fölhívott egy, egy e, és lefoglalt egy időpontot, és teljesen hihetően generálta még a hm, mm, meg aha hangukat is. Igen, hát ez beszélgettek, és problémát oldott meg a telefon, tehát hogy a telefon ha jól emlékszem, akkor a demóban egy egy kínai ö, akcentussal rendelkező forrásszalonos volt talán, és hogy hogy vele beszélgetett, és oldotta meg azt Igen, a problémát. Igen, és hogy... megoldott, hogy mikor legyen Igen. pontos időpont foglalva, és tehát ez azt jelenti, hogy ez már öt évvel ezelőtt történt. Tehát hogy abszolút, hogyha, ha onnan indulunk, hogy mi a legnagyobb algoritmikus cég, és hogy kiknek van a, a legrövidebb modellje, mert kiknek van a legtöbb adata, az a Google. Uh -huh. Tehát ez majd fontos lesz később, hogy ehhez képes most azt történik, hogy mindenki összefosta magát a Google-nél, hogy huha, huha, most egy uh, existential crisis van, tehát hogy egy ilyen uh, élethalál kérdés. Uh, de az, ez fontos kiemelni, hogy azért abszolút a Google találta ki a transformer architektúrát, uh, de ennek ellenére 2019-ben a GPT-nek, ez a, 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 Generalized pre Transformer, tehát ez az ilyen nagyon nagy adat halmazon nyelvi modell, az első az a GPT-2 volt, amit egyébként az OpenAI hozott ki. Ez egy úgynevezett autoregresszív modell, azaz nagyon ez abban a szempontból fontos csak, hogy úgy trenérozták, hogy a, van a szöveg, és megpróbálták a következő szót e, megjúsolni. Ez technikailag token, e, most ez teljesen mindegy, az ilyen négy betűs e, szó dolgozik, tehát nem is teljes szavakból, tehát, hogy de ez most hallgatóknak nem számít. Tehát, hogy gyakorlatilag van egy szöveghalmaz, és a következő szót tanították meg neki megjúsolni. És ez azért, ennek a következménye az az, hogy ennyire hajlandó egyetérteni a nyelvi, ezek a nagy nyelvi modellek, illetve hajlamos halucinálni. Tehát, hogy ez egy olyan, mint egy nagyon kedves, nagyon kedves humán, aki, ha kérdezett tőle, akkor válaszol. És annak ennél is válaszol, hogy nem biztos benne. Uh -huh. És például ugye, ez, a, ez viszont tavalyi év közepén volt, hogy Google kihozta a saját Lambda nevezetű chatbotját, nem kihoztam, igazából csak publikáltam, mert nem elérhető, és hogy ott, aki tesztelte ezt a chatbotot, ő megkérdezte, hogy szeretné le ügyvédet, és az mag mondta, hogy igen. De hogy nyilván, ha így teszed fel a kérdést, tehát hogy a maga a szövegkörnyezet az, hogy a logikus válasz az, hogy igen, igen, szeretnék ügyvédet, hogy nyilván ezt fogja válaszolni a, a, a nem háló. Úgyhogy ez igazából ebből a szempontból fontos, hogy, hogy, hogy halucinál és egyébként egyetért nagyon gyakran. A halucinálásra mesélsz, mesélsz meg egy kicsit? Persze. Tehát a, a, halucinálás az azért érdekes, mert hogyha van egy szövegkontextus, hogy tíz év, vagy, vagy tíz lépés, ami, ami akkor történt, amikor nem tudom, Napóleon megtalálta Amerikát, akkor azt is befejezi. Hát annak ellenére... Napóleon nem értett. És igen, soha nem <laughs> jártott, de annak ellenére befejezi, és nagyon logikusnak tűnő módon megválaszolja ezt. Mert ugye az a szöveg wow. szövegkörnyezet, és megválaszolja. De ugyanígy, hogyha wow. megkérdezett tőle, hogy hogy, hogy mi ennyi volt a te cégeinek. a bevétele, valamit válaszol. <laughs> annak egy nem igaz. És ebben egyébként van egy nagyon érdekes uh, tulajdonsága, mert ez így önmagában egy, egy, egy viszonylag erős hátrány, de ha expliciten megkéred, hogy ne találjon ki információt, tehát csak akkor fejezze be, vagy csak olyat mondja, ami biztos, akkor ő pontosan tisztában van, mikor halucinál. Tehát ha, egy, egy, egy egészen gyakorlat, gyakorlati példa, ha itt van mondjuk tíz termék és három kategóriája, és azt mondom, hogy sorolt be őket, akkor besorolja. Akkor is, hogyha van olyan termék, ami nem illeszkedik bele egyikbe se. De azt mondom, hogy itt van egy egyéb, és oda sorolt be azt, hogy be nem vagy biztos, akkor oda besorolja. Hmm. Egy emberi tulajdonságot gyorsan megtanult akkor, tehát, hogy... <laughs> Maga biztosan hazudik. De teljesen praktikus kérdésem lesz, de csak azért, mert most ezzel pont szenvedek az egyik projektemnél, és ez pont egy ilyen halucinációs probléma. Tehát tegyük fel, hogy van egy viszki oldalad. <laughs> <laughs> Bárkivel előfordulhat. És megkértem az OpenAI-nak ezt a playgroundos modelljét, hogy itt van száz viszki, mindegyikre mondd meg, hogy ezt a viszkit jelenleg még gyártják el, vagy hogy, tehát, hogy kész van -e a palackozás, vagy ez folyamatosan palackozzák ezt a viszkit. És volt néhány, amit teszteltem, amiről tudtam a választ, mert kikerestem Google-on, és ilyen néha jót adott, néha rossz választ adott, beírtam neki, hogy és tedd mellé azt százalékban, hogy mennyire vagy biztos a válaszodban. És azt írta, ha jót írt, ha rosszat, hogy száz biztos vagyok ebben. E hogy, hogyan tudnám jobban kérdezni, hogy... Explicitán le kell írni, hogy don't make information up. Ennyi? Tehát ha. ezt írja, írjam be. Igen, a... -e explicitán neki meg kell mondani, hogy ne találjon ki információkat. Csak, a, csak olyat írja, amiben egészen biztos. Egyébként még, egyik, még, még ugye ez, ez az egyik, ez az egyik, amit tudsz csinálni. Ez nem biztos, hogy önmagában százszerzadékos lesz. Uh, ugyanakkor uh, van például a long chain, és a, akkor majd az is be fog kerülni a, a show hogy van annak egyébként egy ilyen Hugging face-es interfész, ahol uh, gyakorlatilag beteszed az OpenAI API kulcsodat, és akkor az össze van kötve Google kereséssel, stb. stb és vannak, ott, ott van egy ilyen interfész, amit ki tudod ezt próbálni. Hogy long chain ez a neve. Long, long, long a nyelvi, nyelvi yeah. chain. De ez majd benne lesz a notes-ban, ott meg tudod kérni, hogy csak akkor, tehát hogy csak tényeket is ne uh, don't make information up. Jó, köszönöm szépen, mehetünk tovább, yeah. akkor ez a probléma <laughs> de, megoldódott. És azért megkérdeztem most közben a chat GPT-t, hogy mennyi az én cégemnek az éves árbevétele, és erre azt mondja, hogy ő nem tudja, mert ő csak egy nyelvi modell, Igen. és nem fér Igen. hozzá company adatokhoz. Igen, ha majd, vagy most... jó, mondjuk egy open ai t megkérdezed, akkor az már ott az ottani modell nem fogja tudni, azért, mert a chat GPT-t azt trenírozták arra, hogy, hogy tudja a saját korlátaid. Tehát ott van erre egyébként statisztika az OpenAI-nak, hogy 70%-a kevesebbet halucinál, ez részben annak köszönhető, hogy ott már próbálták arra finom hangolni, hogy ha nem tudja, akkor mondja, hogy nem tudja. Legyen őszinte. Igen, Versus az, hogy ő, ő és ez, ez, ez még egy fontos dolog, hogy a egy chatgépéti kevesebb szer uh, halucinál, mint mondjuk egy, amit a Tomi is használ, konkrétan az elérhető playgroundos, uh, mondjuk egy da Vinci 003, vagy hasonló modell. De ez most a legnagyobb veszélye is, vagy gyengesége ennek a modellnek, nem? Igazából abszolút, tehát hogy ez, ez, ez egy tisztában kell lenni, de ez csak egy állapot, tehát hogy az most, ha onnan nézzük, hogy nem 100 igen. De ha a nulla százaléktól nézzük, hogy mondjuk ez a probléma, meg a Tominak van mondjuk száz vízkiel, -ja. de hogyha mondjuk lenne másfél millió terméke, mondjuk, mint például a Pepitánál, akkor ott az alternatíva semmi. És a semmihez képest valamit megcsinálni, még akkor is, ha nem tökéletes, hmm és azt esetleg ellenőrizni humánok, hogy a teljesen hülyeségek ki legyenek szülve, az egy teljesen más nagyságrendi probléma, mint, mint a, a, azt adjuk, hogy nincs információ. De akkor benne van a pakliban akár egy ilyen, és visszatérve a webáruházás modellnél, hogy egy ilyen nagyon komoly adat gyártási folyamaton belül előfordulhat az, hogy teljes hülyeséget ír a rendszer. Abszolút, de ugye ez, ez az embereknél is igaz, tehát hogy a, azért most szeretjük mi azt gondolni, hogy jó, most nem tudom, nekünk tökéletes a, a az arcfelismerő képességünk, de vannak olyan kutatási anyagok, amik ezt számszerűsítik, hogy az ember az 83 vagy 93,4 osan tud két arc rám mondani, hogy ez ugyanaz-e vagy sem, tehát ez nem 100%, és hogy ez már 6 éve, vagy sőt, már 10 éve gyakorlatilag az EHS-t túllépte az emberi képességét, és az meg 95,6 tehát Hogy egy picivel túl tudja lépni az embert. Szóval nyilván a Emberek is hibáznak, főleg minél monotonabb és minél rosszabb a munka. Itt fontos az, hogy most a száz százalékhoz nézzük, tehát font, a mission két élet múlik-e rajta? Valakinek a, szem, a személy biztonsága, vagy az anyagi biztonsága múlik a válaszon, versus nem. Nyilván, ha, ha igen, etikai kérdésből ez nagyon-nagyon ez fontos, hogy egy, egy, egy bírónak a döntése például, ami egy sorsot határoz meg, hogy az most teljesen ki van-e automatizálva, mint a Facebooknál, hogy a Facebook az kitalálta, hogy a pepita az fegyverkereskedő, mert hogy vízi pisztolyt árul. Oh. A, 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 ott azért már ott is fáj, tehát ezen a szinten is fáj, hogy azért nagyon-nagyon sok érték nem tud azért megteremtődni, mert ott van egy, egy elég nagy hiba az ő rendszerükben, de nyilván egy, egy ez szituáció függő. Ezek nagyon érdekes kérdések, és beszéljünk is majd még erről, viszont térjünk vissza szerintem még arra, hogy még, még néhány lépése van ettől az Attention is all you Need paper-től, igen. hogy eljutottunk oda, hogy 2023-ban mindenki a ChatGPT-ről beszél, Igen, még még annyi, ezek annyi, a hogy, fontos lépése. Igen, Annyi, hogy 2021-ben ugye kijött a GPT-3, tehát a, 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 a következő verziója az OpenAI-nak, uh, ami, ja mindenki mondja, hogy nagyon sok alatton vannak ezek a nyelvi modellek trennyírozva. Ti tudjátok el, hogy konkrétan ez mennyi adat, mennyiség a GPT-3 esetében? Én pont tudom. De tippeljenek a srácok. Nem tudok tippelni. Fogalmam. Hogy egy nagyságrendi adat, hogy 2012-ben találtam információt, hogy akkor napi 500 terabájt adatot fogyasztott el a Facebook. Ez 10 éve volt. Napi 500 terabájt adatot fogyasztott <laughs> 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 Igen, de nyilván van a képi videó hang, viszonylag nagy, nagy, nagy méretű fájlokat is, de hogy adatban 500 terabájtot dolgozott fel a Facebook. Hát, Ú, ez felfogadatlan. Nagyon felfogadatlan. Meglepő egyébként, mert az én számítógépemben van egy terabajtos Winchester. A, az adat aminek a GPT-3 lett az az 750 gigabyte. Mit a, a melyik? Te? A GPT-3. A GPT-3. 750 terabájt? Gigabájt. ez semmi. Hát ez semmi. Ez hát, hogy ann an annak ellenére, hogy az, és még szövegben sok, de annak ellenére, hogy mindenki mondja, hogy a világ összes adattal, meg így, Aha. meg így, meg amúgy, a, a, Egyébként a deepmind nak majd GoFer nevezetű modellje, ami majdnem 11 terabájtot, az a legnagyobb adatbázis, az az egyik legnagyobb adathalmazon uh, trenírozott hálózat, az ez nem a világ összes adata. Tehát, hogy ez, ez számomra egyébként nagyon meglepő volt, hogy annak ellenére mindenki azt gondolja, hogy itt tényleg a, a, a teljes internet az egy nagyon nagy uh, szó, de ha azt nézzük, hogy a szöveg az mennyire kicsi a hang és a videóhoz képest, és. Uh, és így a 750 GB amúgy sok, de egyébként nem annyira sok. Nem Igen, azért. ezt akartam mondani, hogy azért az nem mindegy, hogy szövegből, vagy képből, vagy videóból jön össze ez a 750 gb mert azért a szöveg, az egy elég limitált formátum, hogy kifejezd magadat, viszont azért elég hatékonyan tömöríti a gondolatainkat. Abszont. Szóval egy, egy könyv, az mit tudom én, egy kilóbájt, és ugye a könyvekből csinálnak filmeket, meg sorozatokat, bele se fér minden, ami a könyvbe. Azok meg ugye, milyen gigabyte, hogyha az ember Igen, le nagy akarja törteni hát az egy... internetről. Ja. Jó, de akkor is így így nem ezt a számot illesztenéd mellé, Igen. hogy. De. Hát de ez de nem ez az első gondolat. Igaz. Igaz. Ez mindenképpen meglepő. Tehát ez, ez csak azért akartam elmondani, mert a szeretnék sokan búcsítani ez, hogy az egész internet meg ez ilyen mennyiség adaton csak kevés cég tud trenírozni, Ez nem igaz, amikor az első, amikor gpt at trenérozták akkor ilyen 7-10 millió dolláros volt a, a költsége, ennek számítási kapacitás költsége, de rá egy évre ez már csak 700 ezer dollár. <laughs> és ez a GPT-3 az, ami már ilyen, ilyen meglepően jó, tehát már ijesztően jó eredményeket e, hozott, és ugye ebből jött utána később egyébként a, az összes többi e, változat. Ugye standarden ez továbbra is e, autórejresszív modell, tehát a következő szót prediktálja. E, de rájöttek, hogy az emberek úgy használják ezt, hogy minthogyha egy ember, mintha valaki, mint egy személye beszélnének. Tehát instruálják. Tehát nem azt mondják, hogy, hogy akkor nem tudom, Tehát nem, nem, nem úgy határoznám meg a kontextus, ahogy egyébként a GPT-3 működik, hogy uh, akkor itt van tíz ér emellett, hogy uh, nem tudom, hogy uh, az éjjel ez miért nem fogja leváltani az embert, és akkor befejezi, hanem úgy instruálják, hogy ír nekem tíz és És odaírják mellé azt is, hogy kérlek szépen. Igen, kérlek szépen. És, és erre egyébként elkezdtek ilyen instruct, tehát ilyen instrukció követő modelleket finomhangolni, hogy igazából instrukciókat kövessen, tehát az instrukciókat alakították át arra, hogy egyébként azt adják vissza, amire az emberek számítanak. És ezek egyébként már elkezdtek egészen jól működni, és akkor ezt egy picit a chat GPT annyival lépte túl, hogy elkezdtek humán feedbacket használni. Tehát ami nagyon nehéz, mert ugye sokan azt gondolják, hogy ebbe a, a, a a legnehezebb, de nem. Mert ha most azt mondjuk, hogy bejük a csoportba, írtok nekünk kérlek 10 blog akkor 10 ember 10 blog meg fog írni, változó minőségben. És a valódi nehéz szűk keresztmet, az emberi judgment, hogy olyan, olyan blogpostot kapjunk, ami jó. De hogy ez annyira abstrakt, annyira nehezen megfogható, hogy mi az a jó. És a chatgépén annyit csináltak, hogy ez a Uh, Reinformance Learning Human Feedback, RHF, hogy generáltak négy választ, és akkor az embereknek odaadták, hogy figyú, ez a négy válasz szerinted melyik a legjobb. És tréniroztak egy külön hálót arra, ami azt nézi, hogy az embereknek egyébként mi lesz a jó, és na, azzal már tudják finom hangolni a hálózatot. Bocsánat, ezt mivel mérik, hogy, hogy mi a jó válasz? Azon ez, ez kívül, hogy egy pipát megkattinthatsz, ennyi. ha Ennyi. Tehát hogy itt, itt, itt igazából annyi történik, hogy. hogy nagyon sok embernek odaadják a négy lehetőséget, és akkor feedback elik, hogy ez mm. most jó vagy nem jó. Uh, ugye ez teljesen manuálisan volt még a chat GPT létrehozás előtt. Tehát ez a trenírozási folyamatnak része volt, és ott visszamegyek, ez még annak volt a része, hogy hogy a hálózatot, tehát, tehát tudjanak egy value judgment hálózatot létrehozni, ami az emberi értékrendet fedi le. Itt. És utána egyébként most, most is erre használják valamennyire, hogy ezért ingyenes idéződésen a chat GPT, mert ez egy csomó, feedbacket kapnak, ugye ott látják azt, hogy mi az a válasz, amit újra generáltatsz, ott van egyébként fölfele, meg lefele pipa is, de itt, akár ezen a ponton belemehetünk szerintem az egyik legérdekesebb mikrokozmoszába az AI területnek, ahol pontosan látszik, hogy akik azt gondolják, hogy az adata a, a jövő aránya, azok tévednek, és hogy miért. És a képgenerálásból ugye az történik, hogy i azt mondom, sokan hallottak róla, az igazából ugyanúgy az OpenAI-nak egy modellje, ami képeket lehet szabad szövegesen generálni. Nagyon nem szeretnék belemenni a technológiai részletébe, nagyon érdekes dolgokat uh, csinálnak vele. De... de ez is neurális hálóval működik, csak hogy Igen, ezt az, ugye? Igen, tudod, hogy az, milyen uh, diffúziós modell, az azt jelenti, hogy nagyon leegyszerűsítve, hogy van egy kép, elkezdenek zajt hozzáadni, és ezt megpróbálják me visszafele megtalálni a zajból, hogyan csinálják képet. És ez, 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 ez sima pixel szinten nagyon lassú folyamat, és annyit csináltak, hogy amit beszéltünk a homokúrás verzió, hogy egy ilyen latent space, egy ilyen térben igazából um, sokkal kisebb dimenzióban próbálják ezeket vissza, tehát nem, nem abban gondolkoznak, hogy akkor bemegy a, a pixel adat a, a, az egyik végén, hanem igazából a közepén uh, ott a leszűkített térben, ott megpróbálják megtalálni, minek van értelme. Tehát, hogy nagyon leegyszerűsítve és abból legóznak. És ö, ami történt, az az, hogy ez a Dali, ez már viszonylag értelmes képeket tud generálni, ugye volt szöveg, tehát vannak ilyen nagy open source modellek, Lion 5B, 5, ilyen 5 milliárdos modellek, tehát vannak nagy open source modellek, amiben vannak képek, meg képekhez szöveg. És akkor ezt beadták nyilván az egyiknél a, az, hogy egyébként képnek mi a reprezentálása ebben a latent space-ben, meg beadták a, a, szövegnek a reprezentálását. És akkor ezeket, ezt, ezt egy hálózatot, hogy új szöveg alapján lehessen képet generálni. És ez már meglepően jó volt, de ez a 20 méterrel nézem jó. Tehát, hogyha jobban, jobban elkezded nézni, akkor igazából nem tudom, 13 ujja van az embernek, akit generálsz, meg három szemet, tehát hogy ez elég nagy bajok vannak vele. És ha még egy tízes kállán el kell tenni, hogy ez mennyire jó, azt mondom, egy kettő 3 ez a dalli. Tehát, hogy még production mennyire jó. De ehhez képest, ami történt, hogy a Stable Diffusion, az egy open source modell, hoztak ki, ami ugyanezt csinálja, csak open source formátum, és nyilván az open source közösségnek általában mi az ethos, nagyon gyorsan, nagyon sokan elkezdenek el fejleszteni. Fejlesztettek el ilyen dream boot, tehát ilyen olyan modellt, amivel saját karaktereket tudsz finom hangolni, tehát hogyha te azt mondod, hogy én szeretnék egy a, a saját barátnőt, feleségedről egy, egy modellt, vagy saját magadról, akkor be tudod tanítani, neki is tudsz új szituációba generálni. Tehát a virtuális, mondjuk influencerkedés, ezzel meg lehet oldani. Mm -hmm és, 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 és na, na. nem kell több Instagram képeket csinálni hogy nem leírod, hogy tengerparton vagyok hely de hát, ez termékfotóknál is megvan, tehát hogy a lefotózol egy, egy, egy terméket és akkor ezt beadod neki és nem kell elmenni a dzsungelbe, hanem az szépen beleapplikálja, mintha dzsungelbe lett majd lefotózva. Aha, de hogy egyébként hogyha mondjuk van egy, nem tudom, írok egy mesekönyvet, Aha. és ahhoz rajzoltatok egy karaktert, vagy azok egy karaktert akkor gyakorlatilag a mesekönyvnek a történetét végig tudná valami. Abszolút. Egy egy, 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 egy képi kép formában de arra, Igen, de arra már Dali is elég, de már ja. még komolyabb felhasználása nem. De a Stable Diffusion már igen. És az, hogy open source lett, én azt mondanám, hogy felment mondjuk 5-6 per 10, vagy 7 per 10, tehát ott is vannak azért még problémák, tehát sok új, tehát hogy ezt nem tudja jól kezelni, vagy vannak ilyen mémek, hogy a, az AI elfogadja a, a, a feladatot, és akkor készfogás, és akkor mind a két kéznek van összes, egy fejenként 13 újja, szóval nyilván vannak ilyen mémek, de ami történt, ami nagyon érdekes, hogy nyilván egy, egy zárt rendszerhez képest az, hogy valami open source nagyon gyorsan tudnak iterálni, tesztelni, rengeteg dolog, ö, ott kipróbálnak, amit egyébként nem tudnának egy zárt rendszeren. Ez egy nagyon érdekes insight. És akkor ehhez képest jött a Mid Journey nevezetű, még bétában futó ö, cég, akik ö, azt csinálták, hogy jó nem fejlesztünk uh, user interface-t, hanem sima Discord, tehát, aki nem tudja, az olyan, mint a Slack, tehát hogy egy, egy chat szobában, uh, beteszünk egy botot, és a bottól tudsz kérni, hogy, hogy generáljon képet. És ott az történik, hogy minden egyes képgenerálásán születik négy kép. És neked el kell döntened, hogyha valamelyiket szeretnéd, akkor az felskálázod, vagy szeretnél új variációkat. És ami zseniális benne, hogy minden egyes interakciónál van feedback. Tehát minden egyes interakciója, interakció bele van égetve az, hogy neked, ha te használod, ki kell válaszolni, hogy melyik tetszik. És ö, ezzel gyakorlatilag te 8-9 per tudtak elérni a négyes verzió midjourney hogy semmi más nem csináltak, csak azt, azt feedelték vissza folyamatosan, és egyébként ez sok csatornán, tehát nem csak ebben, hanem tudsz kedvenc, kedvencezni, mi, mi, a kedvenc listán, stb. stb. Tehát kimaxolták az egész folyamatot arra, hogy minden egyes interakcióban legyen feedback nekik. <laughs> és és innen, innen látszik, hogy a, a válasz a jövőben nem az adatmennyiség, nem az, hogy, 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 mi, hogy kinek van jobb adata, meg kinek van nagyobb adata. Sokkal inkább látszik, hogy valójában a szűk keresztmetszet az, hogy az embereknek mi tetszik és mi jó, és ez azoknak lesz meg, akik minél gyorsabban kihoznak -e egy modellt, és minél gyorsabban feedback eltetik. És ezért van nagyon nagy szajban a Google, mert itt sok veszélyen ők van, abba abban is belemeltünk, hogy miért, de hogy ők nem publikusan nem hoztak ki, még csak fizetősen se, nem úgy, mint az open AI, nem hogy open source-ban, és nem hogy úgy, hogy folyamatosan feedbacket kapjanak rá. Ez bocsánat a Mid Journey-ről, csak eszembe jut egy sztori, hogy 2022 nyarán volt talán Colorado-ban egy ilyen művészeti verseny, ahova név nélkül lehetett nevezni, és elbíráltak, és a végén leplezték le, hogy ki, ki küldte be a dolgot, és a nyertes az, amit Midjourney-n generálta a képet. És ugye a második hely az egy ilyen nagyon szép kézzel festett akármi, a harmadik hely nagyon szép kézzel festett akármi, de az első hely, amit Midjourney-ben generáltak, az ilyen szintekkel fölötte volt, és nagyon kiakadt a művész közösség, hogy, hogy most ez mi, hogy Midjourney-vel generáltatunk képeket de az igazság az az, hogy ránézel a képre, és így elgondolkodtat az életről, tehát hogy zseniálisat lehet csinálni Abszolút. már vele. Igen. De akkor ezt, ezt, a Google-t boncolgassuk már egy hogyha ő már nekik évekkel ezelőtt megvolt ez a technológia, és dolgoztak rajta, miért rakták a fiókba? Ugye Google egy nagyon nehéz helyzetben van, és ők nem technológiai szempontból vannak nehéz helyzetben. Tehát az, hogy 2018-ban tudtak egy olyan demót letenni, ami időpontot foglal, és mindenkinek leesett az állal, az azt mutatja, hogy nekik tehát nincs adat, nincsen ész problémájuk. Még kizárólag stratégiai problémájuk van, és Clay Christensennek van a Disruptive Innovációról szól könyve, ez a neve Disruptive Innovation, nagyon javaslom, az tökéletesen leírja azt, hogy mi a valós probléma. Ugye, amikor jön egy új technológia, akkor eleinte ez a Disruptive innováció a lényeg, az egy alumról jövő, mint például a sima fotózásnál volt, hogy a fotózáshoz, tehát a klasszikus tükörreflexes kép, fényképezőkhöz képest egy, egy digitális fényképezőgép ez rosszabb volt. Tehát, hogy egy, egy sokkal gyengébb, ugyanakkor sokkal olcsóbb és több, többek által használható eszköz jön létre, vagy lehetőség, és az alulról elkezdi megenni a piacot. És ugye ez Kodak volt, aki kitalálta a digitális fényképezést, és úgy nem hozták ki, egyrészt azért nem hozták ki, mert nem akarták megölni magukat. És akkor abban hittek, abban reménykedtek, hogy ha ezt most nem hozzák, ki, akkor ez nem fog elterjedni. De ugye közben meg egyre jobbak lettek a digitális szenzorok, ugye kijöttek az okostelefonok, okostelefonokban egyre jobbak lettek a kamerák, stb. stb. És most már ott vagyunk, hogyha tényleg nem abszolút profi felhasználások kell, akkor egy mobiltelefon, egy iPhone-nal elképesztően szép képeket lehet lőni. És, és ugye ebben vannak benne, hogy nekik jelenleg az abszolút pénznyomtatás, pénznyomtató ö, termékük, az a Google kereső, és az abban az Google Ads-nek hívják, de régebben AdWords volt. Tehát ők ugye gyakorlatilag egy olyan döntésen ülnek, hogy persze meg tudnák ők is csinálni, sőt, ugye ezt a DeepMind amúgy a World Economic Forumon lenyilatkoznak és sokkal fejlettebb a saját rendszerük, amit el is hiszek, tehát hogy ne hinnék el ezek után, hogy, hogy milyen régóta foglalkoznak vele, de nem tudják kihozni, mert ha kihozzák, mi történik? Bevétel oldalon abban a pillanatban leesik a bevétel. Tehát abban a pillanatban, ha, te, ha van száz egységnyi keresés, abban mondjuk tranzakciós keresés az 1-2 százalék, tehát néhány, az összes többi információs keresés, vagy navigációs keresés, ugye azokat nem nagyon tudod monetizálni egy chat felületen, tehát ha nagyon akarod, akkor persze néhány kifejezést tudsz, hogy, hogy akkor mi az öt legjobb telefon, mit vegyek, stb de az nem fogsz annyira menne megbízni. Tehát, hogy te nyilván egy, egy inkább subscription-ként tudna működni egy, egy ilyen felület, tehát instant kiesik a bevételi oldaluk, amit áttekernek uh, ugye valami chat gpt hasonló eszközbe, és mi történik a költség oldalon? Legább 10 lesz. Tehát még mondjuk keresni egy, 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 egy adatbázisban jól indexet, adatbázisban az baromi gyors, addig futtatni ezeket a modelleket azért még mindig drága, legalább egy nagyságrenden drágám. Hát jó, de most nem akarom én kurva okosnak tűnni, de ha valakinek akkor a Google-nek látnia kellett volna, hogy ez előbb-utóbb be fog következni. Tehát, hogy nyilván van tudásuk arról, hogy hogy kik milyen projekteken dolgoznak, hogy mások is dolgoztak ezen a technológián. Tehát, hogyha ez meglepetésként érte <laughs> őket, hát ar arra nem tudok mit mondani, de hogy az meg, hogy nem tudják monetizálni, az OpenAI-nál is fenn fog állni ez a probléma. Tehát, hogy minden, minden, chat GPT-nél mindenhol fel fog állni ez a probléma, hogy hogy monetizálják. Tehát, Csak hogy ez egészen sem egészen, egészen már, ugye, ugye itt, itt, a, a disztruktív disruptív innováció az a nehéz, hogy és nagyon kevés cég van, aki ezt ügyesen meg tudta oldani. Erre a Clay Christensen szent a tegyetlen megoldás, ha ezt kiszervezed egy, egy, külön cégbe, és külön cégként hagyod, hogy megölje a fő céget. Uh -huh. És más megoldás nincs. És például az Amazon meg tudta ezt csinálni az, elektronikus, az elektronikus könyvekkel. De nagyon-nagyon kevés tudja azt meglépni, hogy ez gondolja, hogy beszakadna, tehát egy, beszakadna az árfolyam, Tehát, hogy ugye egészen más az, hogy te vagy a világ egyik legnagyobb technológiai cége és van hatalmas bevételed, és egészen más az, hogy te egy tech startup vagy, aki igazából kapja mondjuk a Microsoft-ról 10 milliárd dolláros befektetést, stb. Stb. És, stb. és neked nulláról kell építkezned, és nem kell hozzá megölni a szent Hát A szent költséged igen. magyarul, hogyha kis cég vagy a Google-höz képest. Igen, tehát a, 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 és ugye a költségnek a nagyon nagy része, ez nem hard költség, hanem ugye kieső bevétel. Tehát ugye ott, a Google egy stratégiailag egy borzasztó nehéz helyzetben lévő valaki, de hogy még arra reagálva, hogy ezt látták, vagy nem látták előre, azért azt is hozzá kell tenni, azt, hogy a chat az, hogy egy ChatGPT GPT ennyire sikeres lett, ez az openai is nagyon meglepődtek. Mm -hmm. Tehát ott azért volt a GPT-3, ott voltak az instruct modellek, tehát ez egy hosszú folyamat, hogy eljutottak oda, hogy nem kell, nem tudom, megadni paramétereket, hogy akkor nem tudom, mekkora a temperature, hogy mennyire ö, fix, amit kell csinálnia, tehát alacsony temperature-nél ott ugye egy determinisztikusan fut, vagy mondjuk nagyon kreatív feladat kell, és ott fel kell húzni. Tehát ha megnézed mondjuk a playgroundot, az OpenAI-nál ott van mondjuk nem tudom, 5 vagy 6 beállítási dolog, amivel nem kell foglalkoznod a chat gpt nem, mert a chat gpt kitalálja. most akár, még a Google szemszegében is nézve, hogy nekik mi a veszély ebben, hogy nézzük meg egy kicsit azt, hogy, hogy ez mekkora hype éppen, hogy valóságosan megvan-e az a felhasználási kör, azon túl, hogy mindenki így tesztelget meg, flashelget azon, hogy mik vannak, hogy Tényleg megvan-e már az a, az a háttér, amitől, amitől ez ez akár kreatív feladatokat vesz át, amit ténylegesen működik, ténylegesen segít, mert én inkább azt látom még, hogy így, így tapogatóznak az emberek. A, ugye nagyon sokan igen, tehát hirtelen, amikor nyakadba szakad a mindennek a lehetőség, ugye a kreativitásnak a gyilkossal sok lehetőség. Tehát ugye, úgy tudsz kreatív lenni, hogyha vannak korlátaid. És nyilván nagyon, sok, nagyon kevesen tudnak ezen mit kezdeni. De válasz az egyébként, hogy végig gondolod, hogy mi a, ez a theory of constraint, tehát hogy ez a bottleneck a teóriája, hogy végig gondolod, egy cégedben hol van a szűk keresztmetszed, és mindig azon dolgozol. Vagy ez, ez akár személyesen is, hogy most azt mondom, hogy te szeretnél boldogabb lenni, akkor úgy tudsz boldogabb lenni, hogy eliminálsz. Tehát általában az inverse gondolkodás segít, tehát nem azt nézed, hogy hogy lehetnél boldogabb, hanem visszanézed az előzéte, mi volt szar, és az a szar dolgot megpróbált, hogy ne csináld. hogy ne neked kelljen csinálni és ha abszolút elkerülhetetlen, akkor azt mondod, hogy jó, akkor az úgy csinálják ezeket a meetingeket, hogy ez kurva jó legyen. És az úgy lesz nagyon jó, hogy akkor mindenki felkészült, mindenki nem tudom, miért nem tudom, egy bekezdés, stb. 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 Tehát ugyanígy itt is, hogyha ha cégként vagy magánszemélyként végigmondod, hogy tudnád használni, úgy nehéz, hogyha nincs ilyen mentális modellet. De ha van olyan mentális modellet, hogy jó, akkor végig az előző éten, mi vitt el sok időt, vagy mi a, a bizniszemben, hogy tudna 10-szer vagy lenni, stb. stb akkor ez elég gyorsan megtalálod ezekre a megoldást, és jelenleg már elég jók az eszközök hozzá. Ezt értem, de hogy valójában tart már ott ez a e, helyzet, hogy, hogy ténylegesen olyan gyakorlati felhasználása van akár a chatgpt nek vagy a, vagy a Playgroundon elérhető verziónak, hogy, hogy azokat a szakmákat, például amikről most beszéltünk, vagy azokat a problémákat, amiket meg kell oldani, azokat ténylegesen gyakorlatban oldják már, meg is használják és váltják ki? Ö, ugye Ugye azt kell látni, hogy nagy cégeknél azért nagyon ritka az, ami például a van. Hogy ott felső szinten van egy erős megértés és támogatás. Azért általában ezek a nagyszeretek lassúak. És ebből a szempontból... A azt gondol... is erre rá. Igen. És, és, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy egy nagyon unikális, minden szempontból egy unikális szituációban vagyunk jelenleg, és nyilván ez a beszélgetés is, ami miért én most itt vagyok, ez egy személyes motivációm, hogy most nem kell urániumot venni és finomítani, hogy hogy atomenergiát atom állíts elő, most nem kell, nem tudom, hozzá, nem, nem kell speciális hardware-t vásárolni. Online, apikon keresztül, vagy te tudsz lépni, tudod használni, tudod tesztelni. tehát most mindenkinek egyenlő hozzáférése van -e ez a lehetőséghez, hmm. de az időablak, ez szűk. Tehát egy év múlva már nem lesz igaz az, hogy, ö, hogy bárki ö, ugyan hasonló esélyekkel indul, pusztán csak azért, mert aki mondjuk most foglalkozik vele, próbálgatja, egyrészt rengeteget tanul, másrészt ki tud tenni olyan változatokat, amikből kap feedbeket. feedbacket. És ha valakinek van feedbackje, akkor az nyilván jobb eszköz fog tudni csinálni annál, mint aki csak elkezd egy év múlva rádöbbenni, hogy basszus, tudnánk egy csomó mindent automatizálni. Tehát nyilván nekem a saját munkám az az, hogy kutatom 024 az ilyen nak a gyakorlati oldalát, a munkának a 95%-át ez a beszélgetés én már megcsináltam. Most az, hogy itt leülünk és beszélgetünk erről, és még legalább egy embert vagy egy céget inspirálok, az egy megtérülő, nekem megtérülő dolog. Nyilván nekem nem megtérülő az, hogy leüljek egyesével kell konzultálni, mert, mert inkább sem a saját dolgomat, és az nem tudsz semmi se versenyezni, de ez egy nagy leverage-ű beszélgetés, amit, amit most csinálunk. És én azt gondolom, hogy ebből a szempontból jelenleg Magyarország is nagyon unikális helyzetben van, mert, mert elérhető magyar nyelven is, a ChatGPT tud magyarul, annak ellenére nem tökéletes, de akkor ott van a ChatGPT angolul, meg egy DeepL mondjuk fordító, ami egy német startup, és nagyon jó fordít nyelvek között, de azt gondolom, hogy eszközökben jelenleg nagyon jól indulunk abba, hogy valamit exportáljunk. Hogy, hogy, hogy végre ne az legyen, hogy akkor mi vagyunk az utolsók, akik befutnak, mert mondjuk magyar nyelven nem foglalkozik senki, stb. stb. Akkor a azt gondolom, hogy te abszolút abban vagy, hogy itt a következő években ez fel fogja forgatni a piacot az AI. Aki implementálja és tudja használni, az disruptálni fogja, vagy valamilyen szempontból versenyelőnyhöz jutni a többiekhez képest, és legyorsulja a, az tehát erre, erre Abszolút, hogy én ezt látom, tehát hogy az én, én megélt valóságom, az úgy érzem, hogy nagyon sokban eltér attól, amit az emberek gondolnak. Tehát a legtöbben azt látják, hogy ez egy cuki kis háziállat, milyen cukor ilyen nem tudom, a, egy születésnapi köszöntőt, stb. stb. De ugye én ennek látom, meg napi szinten ezzel foglalkozom, hogy hogy akkor 20 fejlesztőből hogyan lesz 26. Ami elképesztő előrelépés már most is, és nem kell, tehát nem szükséges az, hogy ez most, ezen a szinten a most vagyunk tökéletes legyen, és kiváltson mindent, és százszoros. Nem kell százszoros, de azért az ilyen 30-50 százalékos javulások, és főleg rossz munkának a 90 nak kiváltása az elképesztő előrelépés. Én ezzel egyetértek, de viszont ennek van egy másik oldala is, hogy, <coughs> hogy uh, új egyensúlyok jönnek ezáltal létre az interneten. Tehát szóval... tűnnek el, most mondok, lehet, hogy egy, egy nagyon hülye példa, agregár oldalak eltűnnek, mert hogy a chat GPT ki tudja váltani. Igen. Uh, tehát, hogy, hogy ha azt nézzük, akkor az információ Ö, már nem előny, mert az, ezt az információt már sokkal hamarabb meg tudod kapni, egy chat GPT által, beírod, és nem kell a Google-nek a 86 találatát végignézni, és hiteles is, mert hogyha azt nézzük, hogy egy, egy Google azt rakja eléd, amiért fizetnek, érted? Tehát hirdetésbe oda rakja eléd. Ö, ö, azt mondjuk, hogy, hogy van egy weboldalat, kell seós hozzá, kell tartalommarketinges, kell szövegíró, egy csomó olyan szakma van, amiből kevesebb kell. Pont az előbb mondtad, hogy lesz a buszfejlesztőből 26. Hogy lesz egy, egy projekt uh, 30 napból 20 nap alatt kész. És hogy, hogy önmagában nem csak cégem belül, hanem, hanem önmagában az internet átalakul, hogyha jól értem, mert fölöslegessé válnak. Uh, felgyorsul. Nem felgyorsul. Tehát az nagyon, nagyon értik, azért, az, hogy felgyorsul. Tehát azért már Google-nél is az volt, és rengetegen perálték ezért, hogy, hogy akkor saját találatait részesíti előnybe, és ezeket az agregátor oldalakat elrejtette, meg például Ausztráliában volt, hogy a hír oldalak azt mondták, hogy nem jelenítheted meg a hír szövegét a keresőben, nem jönnek át hozzánk az emberek. Google megmondta, hogy oké, okay, akkor nem élítem meg, de akkor meg elbukták a forgalmat. Szóval uh, nyilván, ha alacsony hozzáadott értékű dolgoknál, ez, ez, ott nyilván eltűnnek oldalak, meg eltűnnek cégek, valószínűleg nagy átalakulások jönnek. De hogyha valaki még a végfelhasználóval kapcsolatban van, akkor te egy olyan agregátor vagy, ahol Amik véleményt írnak, tehát a, aki még konkrétan beszél a végfelhasználóval, az, az nem fog azért eltűnni. Tehát, hogy nyilván valószínűleg át fog alakulni az üzleti modell, nyilván olyan sok kérdés van, de de azt gondolom, hogy ha te e, problémát oldasz meg a végfelhasználónak, a, gond, akkor tudsz e, értéket adni a jövőben is. Uh -huh akkor ebből menjünk is rá a következő kérdésre, ami sokakat izgat, ez egy csoportban is föl volt téve a kérdés, és szerintem azért ez, amit az elején is mondunk, hogy elveszik a gépek a munkát, yeah. hogy mik azok a munkák, amikre keresztet vethetünk, és mik azok, amik megmaradnak, és mi, mi van a kettő között, amiket át lehet alakítani, úgyhogy mondjuk, ha a sok munkát kivált az éjjel, akkor még mindig ö, tudjon az ember értelmesen értéket hozzáadni. A, ugye itt van a, a statikus gondolkodás, ütközik azzal, hogy a változik a világ. Ugye a statikus gondolkodás az, hogy akkor mi kézzel szőttük a, a, kosara, a bevásárló kosarakat, vagy a kosarakat. És akkor igazából azt mondjuk, hogy jó kézzel szőttem a kosarat, ez a, ez a munka, ez eltűnik. Ö, az, hogy gyalog mentem, a, a, vagy gyalog vásároltam be, vagy a lóval mentem bevásárolni, ez a konkrét elvégzése megszűnik. Ez tény. Tehát nyilván az, hogy konkrétan hogyan végzünk el munkafeladatokat, az megváltozik, és ott szűnnek meg munkák. Ugyanakkor én abban hiszek nagyon erőteljesen, meg ezt is látom, tehát én erre látok több bizonyítékot, hogy nem az a kérdés, hogy akkor van egy adott méretű torta, és kapnak most a hirtelen a 90 át megeszi a, az AI, és akkor nekem nem marad, és én hallok, hanem azt látom, hogy maga a torta az drasztikusan drámaian elkezd nőni. Vannak erre példák, lát, egy fiatal 12 éves youtubert néztem, volt 370 feliratkozója, és uh, négy különböző programot. Tehát csinált egy desktopost, csinált egy, egy, Chrome kiegészítőt, stb. 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 Tehát tudott alkotni. Ezt látom a saját környezetemben is. Hogy azok az emberek, akik nyitottak rá, ők mondják, hogy most csináltam egy olyan skriptet, ami az AdWords-ből kiszed az információt. Fingom sincs, hogy kell ezt megírni, nem tudom, hova kellett betenni, de mindent meg kell lesz, és elmondta. És nyilván ezek az eszközök már most is azt mutatják, hogy a belépési korlát az drasztikusan csökken. Tehát neked nem kell, nem kell tudni konkrétan, nem tudom, kódot írnod, hanem sokkal jobb, hogyha ha lelkes vagy, és egy problémát jól értesz, akkor tudod azt a problémát meg tudod oldani ezekkel az eszközökkel. És ezek csak egyre jobbak lesznek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egyre nagyobb hozzáadott értékű feladatokon lehet dolgozni, akár programozóknál, hogy hogy most már lehet, nem assemblyben kódolunk, nem lyukkártyán kódolunk, érted? <laughs> nem úgy fejlesztünk, hogy akkor, akkor minden egyes operációs rendszerre lefejlesztjük. Hanem van egy probléma, az hogyan lehet úgy megoldani, olyan legó kockákból építkezni, hogy minél gyorsabban legyen egy, egy, eredmény, amiből tudunk iterálni. Na jó, de tegyük fel, hogy mondjuk én nem értek a számítógépekhez, kamionsofőr vagyok, ja. Előbb-utóbb az önvezető autók fejlődéséből sejthető, hogy nem lesz szükség ennyi kamion mert vezetik majd a robotva, sofőröket. Hogy az ilyen típusú munkákra gondolok, hogy akik nem számítógép előtt ülnek és felmennek, hogy chat.openai.com, és akkor elkezdenek felfedezni, hanem a maradék 90%-a a, a, a itt ugye nagyon szeretjük azt gondolni, és nagyon sokáig ezt gondoltuk, hogy jó, elsőnek majd a humán munka lesz ki automatizálva, a gyárak, stb. De ugye a gyáraknál is az történt, hogy munkafolyamatok lettek automatizálva. É. És nagyon sok, nagyon, kevés azért még arányaiban az, hogy egy gyár az vagy robotikus. Annak ennél például Kínában építik az ezer atomerőművet, és ott nagyon arra mennek el, hogy minden automatizálva, és minél olcsóbb legyen az energia. De a valóságban azt látjuk, hogy amíg az volt az elképzelés, hogy fizikai munka, és azt értsd azt, hogy nem csak a sofőr, hanem aki fizikai világban dolgozik, tehát egy fondrász is például, hogy ezek lesznek, meg a gyári munkás, tehát, hogy ezek fizikai világban mozgó emberek lesznek ki automatizálva, és majd később a fehér galléros uh, irodisták, és majd legutoljára a kreativitás, hisz a kreativitás egyébként az egy ilyen teljesen unikális dolog. Uh, ez fordítva történik. És annak ellenére, hogy egyébként sokan tudják, hogy a az atomokat sokkal nehezebb mozgatni, mint a biteket. Tehát a fizikai világban, és ez Ati is tudja, tehát Ati tudja itt a legjobban, mert neki volt mondjuk vendéglátós biznisze, sokkal nehezebb, sokkal komplexebb, sokkal bonyolultabb, sokkal több szélesebb rétű problémák vannak, meg nehezebben lassabban megoldható problémák, mindig a számítástek a foglalkozom. Tehát biteket egyszerűbb mozgatni, mint hardware dolgot, vagy a fizikai valóság sokkal uh, nehezebb, sokkal bonyolultabb, mint gondoljuk. És ugye ez a, tehát, hogyha, és a kreativitás az meg egy asszociatív alapbázisban keresés. És ha valamiben kurva jó a számítógép, akkor abban, hogy asszociatívan jó, mik azok az ötletek, amik közel vannak egy koncepcióhoz. És azért van az, amit elmondtál, hogy az a, a festmény, ami nyert a, a, művészeti kiállításon, ezeket a számítógép tényleg másodpercek alatt generál és lehet iterálni míg mondjuk humán szinten rengeteget kellett volna várni, hogy valaki megfesse, rájöjjünk, hogy ez mégse jó, és akkor elkezdjük megnézni, hogy jó, akkor mi az, amit ténylegesen mondjuk esztétikus. Tehát, hogy a, 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 a sima m, adatbázisban keresés, arra nagyon jó a számítógép, és ha így nézzük, ez egy viszonylag szomorú ték, hogy a kreativitás nem több ennél. <síthat> és <síthat> és, és, és ut utána jönnek ut ugye a tudásmunkás, biteket mozgató, Excel táblát tolgató munkakérők, ahol még mindig kell integrálni, tehát egy, egy fokkal már bonyolultabb, tehát nem csak egy adatbázisban kell keresnem, szoftverekkel kell ugye interaktálni, de ha megnézed az UI Path nevezetű céget, ugye az első román unicorn is, ez a Robotic Process Automatization, ugye még évekkel ezelőtt úgy lett rohadt nagy cég, hogy, hogy pontosan ezt a részét kezdte el automatizálni, hogy, hogy ne kelljen kattingatni a szoftverek között, hanem munkafolyamatok azok gyorsak legyenek és automaták ez nehezebb, mint egy adatbázis keresés, de még mindig kell interaktálsz, ami sokkal könnyebb. És ehhez képest a fizikai világ, hogy önvezető autó persze lesz. Persze el fogjuk érni. Sőt, valószínűleg hamarabb fogjuk elérni, mint gondoljuk, de de nem holnap után. Tehát ugye az az érdekes az ilyen exponenciális folyamatoknál, ami a technológiai fejlődést jellemzi, az exponenciális sokan lecserélik, amikor így, ha meghallják, hogy azt jelenti, hogy nagyon gyors. De ez nem igaz. Az exponenciális az azt jelenti, hogy eleinte rohadt lassú, és hirtelen nagyon gyors. Tehát az olyan, mint hogy sétálna egy fal fel, és hirtelen ott vagy a falnál. Tehát, hogy visszatekintve, lineáris, ez sokkal gyorsabb. Tehát, egy ugye azért van az, technológiát úgy általában alulbecsüljük hosszú távon, de rövid távon meg túlbecsüljük. Mert azt gondoljuk, hogy ugye, ez már a holnap után akkor lesz önvezető. A holnap után nem lesz önvezető autó. De sokkal hamarabb. Ugye, hogy a gót Go azt gondoltuk, hogy soha nem lesz, nem fogunk oda eljutni, mindig 35-40-50 év volt, hogy majd valahol ott lesz a szállítástechnika, technika, és egyszer csak ott volt. Úgy úgy itt a munkáinkat, mintha olyan jó dolog lenne dolgozni, nem? De egy... ugye itt... Mennyi, mennyire jó világ lenne, hogyha csak robotok csinálnának mindent, rabszolgáink lennének, remélem ezt nem fogja visszahallgatni majd a ChatGPT GPT tíz év <laughs> múlva, e, és milyen jó lenne, hogyha mindent megcsinálnának helyettünk, így szőlőszemet beletennék a szánkba, nem? Hát ez... de, de, de szerintem ez lesz, hogy valójában uh, meg fognak változni azok az erőforrások, amik megkülönböztetik az embereket hogy tudás, nyelvi képességek, fizikai képességek, yeah. idő, pénz, stb. És akkor jönnek ezek a fajta dolgok, hogy ki hogyan tudja használni ezeket az eszközöket, hogyan fér hozzá, milyen, 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 milyen módon, milyen kreativitással tudja használni ezeket az eszközöket, és kicsit más lesz az összehasonlítási alapunk egymással, nem? Hát ugye itt nagyon, nagyon gyorsan fog nőni a, azt gondolom a, a, a torta, ami ugye egy gazdasági teljesítményt jelenti gyakorlatban. Biztos, hogy egy elképesztő grás van, tehát hasonló ingrás, mint mondjuk az ipari forradalomnál, a normál gyári tevékenységnél. Uh, az biztos, hogy az emberek között is nagyon nagy lesz a gap, tehát aki mondjuk hajlandó és nyitott arra, hogy új eszközöket használjon, az sokkal előrébb lesz, mint aki nem. Aki ideig meghallgatta ezt a részt, az, az, az biztosan, valószínűleg előrébb lesz. Az, igen, az biztosan sokkal előrébb lesz. Uh, de azért nem véletlen, hogy például az Open ai osok uh, fizetik a költségét a legnébb olyan tesztnek, hogy ilyen alapvető, the basic income, tehát az, az alapvető bevételt nyújtanak embereknek, meg tudjanak élni, és ugye azon felül, ha akarsz dolgozni, dolgozol. És azt gondolom, hogy ez a négy napos munkahét, meg a, meg a hogy sok, amit mondtál, amit te is, hogy, hogy, úgy csinálunk, mint hogy szeretnénk dolgozni. Tehát, hogy úgy csinálunk, mint hogyha nekünk a, az Excel tábláknak a tologatása nem az életünk, közben egyébként nem. Hogy nem feltétlenül kell azt gondolom, hogy majd rossz munkával foglalkoznunk, lesz rá lehetőség, hogy ne kelljen, és valószínűleg rossz munkák lesznek elsőnek automatizálva. ugyanakkor az biztosan ott van, hogy én nem várt következmény, hogy például az, van egy ilyen jelenség, hogy, hogy az emberek feladják. Aki, aki megérti az ilyen mennyire hatékony már most, rádöbben arra, hogy tehát ilyen indukált depresszió, tehát rájönnek arra, hogy basszus, ennyire jó már most az AI, mi értem az életemnek. Tehát, hogy hirtelen az meg fog jelenni, ami eddig is ott volt, vagy csak nem láttuk, hogy jó, akkor eddig dolgozunk, és ez az élet értelme, hogy akkor pszichésen, és akkor itt, jön, itt kanyarodunk vissza az beszélgetés elejéhez, hogy, hogy akkor mi, mi tesz minket boldoggá a coachingnak a kérdésköre, hogy hogy egyáltalán miért érünk, mi a meaning. És azt gondolom, hogy az embernek kell meaning, tehát az nem lehet meaning, hogy te kapsz egy alapjövedelmet, és, és akkor fölkelsz. Persze, hogyha ezt cikkot csinálnak, akkor miért? Ne, de én azt gondolom, az embereknek a nagy része, ez esik ebbe bele, és nekik kell valamit találniuk. És azt gondolom, meg fogják találni, de itt biztosan lesznek nem várt negatív pszichés következményei. Um, előbb említetted, hogy az ipari forradalom mekkora fejlődést hozott. És ugye, ugye az ipari forradalomnak ugye az volt a lényege, hogy még akkor um, folyók mellé települtek a gyárak, uh, stb. stb és hogy nem, nem tudták a teljesítményt konzisztensen hozni, mert hogyha fújt a szél, vagy ö, ö, fújt a víz, eső volt, akkor ugye több teljesítmény volt. És utána az, hogy kiszámíthatóvá tették, és konzisztensen 8 órában tudtak dolgozni, az már hozott egy teljesítmény robbanást. Utána az, hogy a gépeket fejlesztették, bővítették, az nem 3000 terméket állítottak elő egy óra alatt, hanem 6000-et. És te azt mondod, hogy most van egy internetes, van egy, van egy teljesítmény, amit, amit a cégek tudnak a jelenlegi technológiával ö, ö, kiaknázni, és hogy ezt az AI már ott tart, hogy ez szignifikánsan, kvázi, mint az ipari forradalomnál, annyira haté, sokkal hatékonyabbá tudja tenni. Igen. Akszorban. Az <laughs> Igen. Igen. Hát figyelj, de, most a, a ténylegesen, a, 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 amit most nem akarok nagyon mélyen belemenni, de beszéltünk a Pepitánál, hogy nem, de nem tudna mostani szinten sem lenni, tehát 15 milliárdos forgalmat nem tudsz végrehajtani, ne, mert nem tudsz 10 országban tíz nyelven ilyen hozzáállással ügyfélszolgálatot fenntartani. Tehát hogy egy csomó olyan dolog van már most, ami egyszerűen képtelenség lenne a mostani technológiák nélkül is, főleg úgy, hogy ezek egyébként fejlődnek is. Itt közben csak azon nevettek, hogy Adi egész adás alatt a chat GPT-vel beszélget, és szerintem azt csinálja, hogy írja be, amit mondatok, és próbálja és kérdezi tőle, hogy mit kérdezek következően. Ne, 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 a... Nem, 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 hogy miről beszél a Viktor? <sus> a francról beszél. Szóval mit, mát, mit, mit dobott a chat GPT? Mit kell kérdezned most? Nem, nem kérdéseket, hanem hanem teljesen mélyen, mélyen belemerültem abba, hogy hogyan lehet uh, okosabban használni ezt a cuccot. Úgyhogy, uh, úgyhogy én közben így ezen alkotok. Um, ami viszont engem nagyon érdekel, még az, az elején volt egy olyan rész, egy felvetésem, hogy lehet-e vajon a kreativitást megtanítani a rendszereknek, mert hogy azt gondolom, hogy a kreatív folyamatnak is lehetnek olyan alkotó elemei, amik valamilyen fajta leképezést, amit valamilyen módon le lehet képezni. Van egy inputod, van egy adatod, járt körbe ezt a témát valamilyen módon. Szerintem valahogy kb. így működhet az agy is ezt nem tudja megcsinálni egy, egy AI? Tehát abszolút a, az AI-nál, hogy az a három kérdés, mert kettő nem igaz, az egyik az ez. Tehát, hogy nyilván chat GPT-vel generáltattam ezt a három érvet, hogy miért nem lesznek az emberek lecserélve. Ez egy tök jó hang, mert megnyugtatni. tényleg? Tényleg, for fact. és, és úgy nyilván megnyugtatja a kreativitás, mert az alkalmazkodó képesség az ilyen humán. De amúgy ez nem igaz. tehát hogy uh, ugye ha. Hát, hogy ha csinál, bocsánat. De ha, 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 ha tényszerűen nézzük például a saknál, az van, hogy amikor nézik a játékosokat, hogyha túlságosan kreatív egy lépés, akkor egyből felmerül a gyanú, hogy ott számítógépes segítség van. Igen. Tehát a kreativitás az éjjel, a saknál az már egy számítógépre jellemző uh, dolog. Hmm. Ez az egyik. A, a másik, másik az, hogy amiről beszéltünk, akár a long chain kapcsán is, hogy hogy, hogy, hogy tudnak interaktálni a külvilággal ezek a hálózatok. És amit mondtál, hogy jó, járt körbe, ezt erre nagyon jó, és hogy instant kap, kapsz választ, de instant sokkal gyorsabban fel tudod térképezni azt, hogy egyébként uh, hogyan lehetne megoldani egy problémát. Most egész konkrétan például, amikor a, Tominak kijött a, az új Data36-os oldala, akkor uh, láttam, rajta a gomb nem annyira jó, és akkor bemásoltam a chat hogy figyelj, itt van egy heading, itt egy subheading, hagyd nekem siadíni elvek alapján, egy listát, hogy mi legyen a gomb, és a gombhoz milyen kiegészítő szöveg legyen, hogy, 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 többen kattintsanak rá. Tehát, illetve hogy a maga a chat is és úgy működik, hogy, hogy, létre lehet már most is hozni. Tehát a maga a struktúrája az pusztán annyi, hogy amikor beszélgetsz vele, akkor minden egyes üzenetet azt eltárolnak egy adatbázisba. Tehát levetítik a vektor térbe, úgy hívják, hogy embedding, mert ugye számokat tud számolni a, a, a az összes számítógép, tehát hogy szöveggel nem, a szövegből lesz egy vektor. A vektor térben ugye az értelmezhető, hogy mi van közel egymáshoz. Asszociatívan mi van közel egymáshoz. így működik egyébként alapból is a, ezek a nagy nyelvi modellek, hogyha valami kreativitást akarsz, ezért tud kreatív lenni, mert megtalálja az összes releváns asszociációt. És akkor beszélgetsz a chat vel és van egy új kérdésed, akkor visszanézi a korábbi beszélgetéseket, és akkor megnézi, mi az, ami közel van hozzá, azokat összefoglalod, és akkor azt mondod, hogy figyelj, itt van egy, uh, itt van korábbi beszélgetésekből releváns summary, itt van az elmúlt három üzenetváltás, itt a legújabb üzenet, és válaszold meg. És sima GPT-3-mal, tehát ami elérhető az OpenAI-nál, uh, annál meg lehet ezt csinálni, és ebben semmi technológiailag ki, nagy kívás jelentő dolog nincs. Tehát pusztán annyi, hogy el kell tárolni, vissza kell kérni az embeddingjét, minden egyes üzenetnek, azt ki kell szedni az adatbázisból, tehát hogy uh, igazából ez egy 200 -sos Python kódról beszélünk. Mm. És ez annyival jobb, hogy ugye nyilván a chat az nagyon baloldalinak lett eleinte létrehozva, tehát ami politikai nagyon baloldali volt, aztán dolgoztak rajta, hogy neutrális legyen, de hát, hm. amíg te akarsz egy olyan botot, ami mondjuk sokkal fontosabbnak tartja a politika csinálni az, hogy hasznos legyen, akkor tudsz csinálni egy saját botot. Mm. Kreativitását azt is értem, hogy valamit semmiből létrehozni, vagy megteremteni egy olyan dolgot, ami soha nem létezett korábban, lehet, hogy azért, mert hogy két létező dolgot összekapcsolunk, és abból lesz egy harmadik korában nem létező dolog, vagy egyszerűen a nullából egyet csinálni. Elképzelhető ez, hogy, hogy saját ötleteket fog létrehozni ez a rendszer abban a logikában, amit az előbb elmondtam? Hát persze, de ugye most megnézzük a, akár képgenerálás szekcióját, a szekcióját ennek a témakörnek. A, ott az, hogy nem tudom, holdon lovagló űrhajós, ugye ez nem elképzelhető a valóságban. Ugye a Dallinak ez volt az egyik első ilyen nagy Na jelentő képe, hogy a luló a holdon. Uh -huh. Tehát, hogy ö, abszolút ö, egyrészt ez lehetséges, másrészt például akár szöveges alapon is kérdezte kérdezettséggépét, hogy ö, hozzon létre egy új érzem. és akkor definiált egy új érzemet. Hát, vagy Jordan Peterson volt, vagy, hogy neki van ez a 12 szabálya, hogy akkor hát, csinálja a 13-at úgy, hogy a, a, a Biblia és a Budha tanítás, alapozva, és akkor csinált egy 13. szabályt, és akkor ezt a Jordan Peterson posztolta. Vagy az, hogy ez Twitteren pörgött, hogy rukk ki a 7 át az embereknek, a menedzsereket léptesd elő, és használj Martin Luther King idézetet. És nagyon jól megoldotta ezt a feladatot, hogy nagyon jól megmagyarázta, hogy miért kell leépíteni, nagyon jól megmagyarázta, hogy miért előléptetni embereket, és hogy én Martin Luther King <laughs> idézetet is oda tett. De ugye egy fontos egyébként az, hogy ha a tényeket akarsz előhozni belőle ebbe a fekete dobozba, érdemes neki mondani, hogy ne uh, találjon ki tényeket, csak azt mondja, mi biztos. De ugye ez megint más, att att attól függ, hogy mi a célod, hogy kreatívak kreatív uh, akarsz lenni, akkor akarod, hogy, 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 hogy halucináljon, akar, akarod, hogy feltérképezze a, a, szemantikus uh, keresési teret. És akkor még egy, még egy utolsó gondolat hogy az lehetséges -e, hogy uh, két különálló AI modell egymással interakcióba lépjen, és együtt létrehozzanak valami olyan problémára egy megoldást, ami, amiről mondjuk az emberiség, vagy az emberi agy nem is tudja azt, hogy ez egy probléma, vagy nem is, nem is jutna eszünkbe. Szerintem ez egy nagyon jó záró kérdés, mert azt gondolom, hogy ez most jelenleg még nem hype, de... <laughs> <Mennél> még... haza? <laughs> én nem úgy nem. De én még beszélgetni nagyon sokáig, csak van itt egy hard deadline, ami nem tőlük hogy még nem hype, mert jelenleg egy ilyen beszélgető partnerként tekintünk el. Amit mondtam a Lang chain például. van egy Not Bot nevezetű, még tavaly évközepén jött ki, hogy a srác összedrótozta a böngészőt egy GPT-3-as modellel, és akkor látja a GPT-3, hogy mit lát, tud scrollozni, kattintani, stb., és akkor tud gyakorlatilag, nem tudom, azt mondom neki, hogy találj nekem egy, egy, házat maximum 250 ezer dollár értékben négy fős családnak Las Vegasban, akkor ezt megoldja egy böngészőből. Hm. Tehát ezek az ágensek, agenteknek a kérdésköre, hogy ezek tudnak interaktálni a világgal, tudnak tervezni, az abszolút a jövő. De azt mondjam, hogy Sam Altman is, hogy itt amúgy a két nagyon érdekes implikáció van a jövőre, vagy három. Egyrészt az, hogy a költsége drasztikusan le fog esni az intelligenciának, tehát ezt most már hatodára lecsökkentették tavaly az API költségeiket, tehát egyre olcsóbb, egyre jobb modellek lesznek és mi van akkor, hogyha közel nulla költség intelligenciánál valaki egy milliószor többet akar költeni, mint most intelligenciára, akkor mi fog létrejönni? Ez az egyik. A másik az, hogy például, hogyha a felvilágosodástól napjainkig technológiai, tudományos előrelépéseket besűrítjük egy évbe, akkor mi fog történni? Illetve a harmadik, hogy mi fog történni akkor, hogyha egy ilyen ágensnek azt mondod, hogy figyelj, csinálj egy trillió dolláros, tehát ezer milliárd dolláros céget, hogy megcsinálj picsdeket része a fundot, megcsinálja marketinget, megírja a kódot, megcsinálja az architektúrát, és hogy mindent megcsinál, akkor ennek mi lesz a következménye? Hát ezek maradjanak nyitott kérdések szerintem. Meglátjuk egy év múlva. Nagyon kíváncsi vagyok, hova fog menni ez a technológia. Nyilván ez a beszélgetés, igen, ez, ez, nálunk van most a hard deadline, hogy csak két és fél órás hosszú tudott lenni, mert jön a következő vendégén. Én őszintén tudnám folytatni, még legalább ugyanennyi kérdésem lenne, és így bele lehetne menni. Még mélyebben. Remélem, hogy lesz majd folytatás. Viktor, viszont köszönjük szépen neked, hogy eljöttél, és, és amiben belásted magadat, azt megosztottad legalább egy részét velünk. Iszonyat érdekes volt mind az üzleti felhasználás, mind a történelem, mind pedig ezek a, a jövőbe mutató kérdések. És a leendő vendégeiknek is javasoljuk, hogy konkrét prezentációval érkezzenek, és átgondolt adás tematikával, hogy nekünk már igazából csak kérdezni és hallgatni kelljen a, a, az Igen. okosságot, úgyhogy így nagyon megsporoltad nekünk a munkát, hogy ezt az egészet így ennyire kitaláltad. Csert gépét írta. Igen, a. ezt akartam mondani, hogy plot twist igazából ezt az adást, ezt az AI generálta teljesen. Igen, és mi így voltunk, és az egész ilyen hangfelismerésre alapozott. Hát nem, nem nem, kizárható, hogy ez majd egyszer megtörténik a nem olyan távoli jövőben. Viszont az adás zárom. Kedves hallgatók, nézők, impulzushírlevél.hu, az Impulzus Hírlevél két hetente megjelenő, páratlan hetekön megjelenő boysos tartalom. Erre szerettem volna felhívni így az adás végén a figyelmet, illetve a Facebook csoportunkra, amihez ingyenesen lehet csatlakozni, egyenlőre, közel 3800 tagunk van, és ott van Viktor is, ugye, a csoportban. Ott és, vagyok, igen. És a, az adás alatt lehet kérdezni. Ugye adás előtt itt már azért bejött hú, nem tudom, legalább 20 kérdés, azokat próbáltuk most beszemezgetni az adásban, nem biztos, hogy minden sikerült, de az adás linkje alatt majd kérdezhettek Viktortól, és akkor majd valami előtrénel chat GPT, fine you know, CPI bekötéssel megoldja nekünk, hogy, hogy instant kapjatok választ. Hát meg a show benne lesz egy csomó link, azt nézzétek meg. Show nagyon sok link benne lesz, nagyon sok link elhangzott. Kövessetek minket Instagramon, kövessetek minket TikTokon, kövessetek minket Facebookon, kövessetek mindenhol. Viktornak pedig nézzétek meg az új ai projektjét, a gigabrief.com-ot, ahova fel lehet iratkozni most még ingyen vendégünk volt, tehát Tábori Viktoria egy témáról beszélgettünk, itt volt velem Virág Attila és Sándor Fiadrián, én Mester Tomi voltam, ez a Business Boys podcastnek a legújabb adása volt, két hét múlva jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Eluka.